Szép estét, kedves nézők, hölgyeim és uraim, köszöntjük Önöket otthon a képernyők előtt. Ez a Szóban forgó Szarvasváros önkormányzati élő magazinja. Szerda lévén itt van velünk Babák Mihály polgármester úr. Szép estét, polgármester Szép estét, úr. Szép estét, kedves műanyagnak. És már is mondom a mai rejtvényt, és mától kezdve, hölgyeim és uraim, két durván, vagy pontosan, ha úgy tetszik, két héten keresztül az lesz a lehetőség a játékosok számára, hogyha a nyereménykönyvet nem szeretnék hazavinni, fölajánlhatják egy nagyon-nagyon fontos akcióra, nevezetesen egy karácsonyi adománygyűjtő akcióra, aminek a részleteit mindjárt elmondom, de előtte azonban jöjjön a rejtvény, és mi a nyeremény, rendszerváltás Szarvason 1988-1994, pofon egyszerű játékos a kérdés, vajon ki a Fekete Péter Eisenman Operett címszereplője, mármint a Cervinus Teátrum bemutató előadásán, és hát azt követően is. Tehát ki a címszereplő, vajon Polák Ferenc, vajon Timko János, vagy Varga Viktor, tehát ki játssza a Fekete Pétert. 60-400 000 a telefonszámú, és ahogy említettem múlt, hogyha valaki nem szeretné hazavinni az ajándékkönyvét, mert megvan már a könyvtárban, nyerje meg nyugodtan, és felajánlhatja a karácsonyi adománygyűjtő akciónkra. Mivel kezdjük, Szenes úr, kérem? Kezdjük talán a naptárral. Jó, megbeszéltük. A múlt héten biztos szóltam már róla, szerdán, lakitelken voltam, kulturális motiváció és értés szemlélet konferencia volt, Závogyán Magni. És azonnal innen folytatjuk, főnöke. Mert valaki nagyon-nagyon szeretne játszani. Igen, mi nem van. Halló, szép estét kívánok! Jó estét kívánok! A játékra szeretnék jelentkezni. Csapó Imréni vagyok, a megfejtés Polák Ferenc. Így van, így van. Irénke, köszönjük szépen! Anna néni, megvan ez a könyv önnek? Köszönöm szépen, már megvan. Még a nővérem részére is, úgyhogy felajánlom a karácsonyi. Nagyon kedves, nagyon kedves. Köszönjük szépen a játékot. És azt is akkor azzal rögtön folytatom, hogy mire tetszett felajánlani. Karácsonyi adománygyűjtés indult, a Szarvasi Református Gyülekezet meghirdeti karácsonyi adománygyűjtő akcióját a nyugat-erdélyi leendő testvérvárosunkban található Élesdi Kajántó Mária gyermek- és ifjúsági otthon lakóinak és a magyar tagozaton tanuló szegényebb sorsú 1-8 osztályos diákoknak. A felajánlott adományokat cipős dobozban vagy anélkül leadhatja a Szironypatikában, a Borgravír üzletben és a Református templomban 2018. december 15-én szombatig, és mit tegyünk, és mit tehetünk a dobozba? Édességet, játékot, írószereket és könyvet. És hogy ez mennyire fontos, be is mutatom, ezért hoztam ezt a gyönyörűséges nagy ajándékdobozt, amely személyesen polgármester úr ajándékait tartalmazza, és akkor most megpatkoljuk ezzel a rendszerváltás Szarvason. Mutassa meg, hogy minden dolgok vannak benne. Nagyon finom írószerek, egy kis édesség, ha jól látom. Karácsonyi figura is. És karácsonyi figurák, tehát kedves kis ajándékok. Ah, megvan benne itt tól. Igen. Színes tollak, úgyhogy. Nagyszerű. Ez mellé megy most. Így van. A témával kapcsolatban egyébként vendégeinket köszönthetjük majd reményünk szerint holnap Pentelver Attila nagy tiszteletű urat, és ha minden igaz, akkor segítője Tóth Zoltán úr is itt lesz a stúdióban velünk, tehát folytatjuk majd részleteiben is ezt a témát. Akkor engedjen meg, hogy csak köszönjem meg református testvéreinknek és Pentelver Attilának és úrnak is, hogy egy olyan települést, amely érezhető a szorványiság. Hát ott erősen. És ma volt egy konferenciánk, ahol, és ez is egy nagyon fontos missziója a Gál Ferenc pedagógiai karnak, Gál Ferenc főiskola pedagógiai karának, hogy azokkal foglalkozik, akik a határon túl élnek. Szóval én úgy gondolom, hogy Nagy Magyarország az hatalmas ország volt, Szent István állama. 100 éve mi csak vesztesei vagyunk ennek a revolúcióknak, háborúknak, és sokat elveszettünk a testvéreinkből. Nem ők tehetnek róla. A nagyhatalmak úgy döntöttek, hogy vesztes államok fizessenek, mi pedig rossz oldalon látunk. Csak az a kérdésem, hogy a németek miért nem fizettek többet, aztán miért nem az osztrákok is, meg mások is. Hát ez az, mert ők is vesztettek. Igen, igen. Hogy ők mit vesztettek? Hát háborút velünk együtt, igen, csak igen, ők nem fizettek annyit. Nem fizettek annyit mindig, úgyhogy az ág is húzott, de nem szeretnék a 100 éves negatív dolgokba belemenni, mert azért volt még előtte török is, meg volt más is.
aki hozott nekünk itt bosszúságot, de ott magyarnak maradni. És ami nagyon fontos, hogy testvérek hozzánk tartoznak, szóval a határon túl is, nem ők tehetnek, őt ragadtak, és ott magyarnak megmaradni, lényegesen ez, mint itt Magyarországon magyarnak maradni, ott a magyarságért, a megmaradásért kell küzdeni. És egy nép, egy nemzet, határok legyenek így vagy úgy, egy nép nemzet az határokon is átnyúlik. Magyarok sok helyt vannak a világban, és még egy mondat talán, hogy a mi kultúránkat ott megőrizni, azt nyelvébe, kultúrájában lehet, és ezt tudják megtartani, iszonyú munkával, mert ők magyarok is, és ők hallják ma is, hogy magyarok. Életben is így van ez. Romániához tartozik, de ugyanakkor magyar emberek lakják, akik vallják is, hogy magyarok. Nyilván, hogy nagyon erőszakos az asszimiláció sok helyütt, nem csak Romániában fordultak ilyen akciók, hanem másott is, hisz végtére is ezeknek a területeknek a történelmét, gondolj csak a szlovákokra, meg el kell készíteni valamilyen úton, módon, és ez asszimiláció kell, és ez sok esetben konfrontációt is jelent. Nem mindig jó ott magyarnak lenni, mert valahol mellőzött, kicsit száműzött, kicsit, és ez ugye több mint 50 éven keresztül itt a nagy internacionalista lózunk mögött nem volt szabad erről csak beszélni sem. Nem, hogy véleményi váltani, hogy beszélj szóba hozni sem volt szabad. Az egy maszlag volt, ezzel takarták el azt a veszességet, ami volt valójában, de ezt a szívünkben sosem fogadtuk el, mert azért nem csak Erdély, hanem Felvidék, aztán Szlovákia felvidéki része, azok is azért magyar területek, és itt délen is hasonló módon. És ezek az emberek színházat csinálnak, iskolát működtetnek, óvodát, úgyhogy tényleg oda kell figyelnünk nekünk, és hál' Istennek most már, csak ne essünk alul másik oldalra, hogy az utóbbi intézményeket is támogatja a magyar kormány. Korábban meg semmit nem adott. Így van, és még maradva a mai konferenciánál, ugye nagyon szép hagyományt vezettek be, mert hogy holnap van a Szormány Magyarság napja. Mindenütt erről megemlékeznek, és a Gál Ferenc pedagógiai kara pedig így tartja ezt. Egyébként minden náció ilyen, hát gondoljuk végig, hogyha az Amerika az fiatalabb, mint mondjuk, nem egy ősi ország, hát nem. Nincs 1100 éves, több mint 1100 éves múltja ott helyben, de az amerikai az amerikai, az kihúzza magát, az osztrák hasonló módon, tehát mindenhol van nemzeti szellem, nacionalizmus, a jó értelemben vett nacionalizmus, mert az a büszkeség, hogy ez a mi otthonunk, na most ezt érti félre, meg nem érti félre, manipulálja sok brüsszeli politikus, amikor beszélek a határok védelméről, meg a határrendészetről, meg a migrációról, meg hogy be kell fogadni. Hagyjanak minket békén nekünk. Ez a mi országunk, elvettek a pont eleget, mit akarunk élni, ez a miénk. Szóval van nekünk itt támogatni, nehogy azt higgyék, hogy itt Kánaán van, itt szó nincs róla. Nem is akarnak nálunk lenni, de mi ezt pénzt sem akarunk adni. Nyilvánvaló, hogy a humanitáriusan segíteni kell, mert keresztény ember is ez elhivatott, hogy ahogy nagy baj van, akkor segítenek kell. De itt nem erről szól a történet. Itt a pénzvilág ilyen multikulturális társadalmat hirdetett meg, nem is tudom pontosan mi a szakmai természtechnikusza, és akkor ide akarják seperni, hogy mindenki össze-vissza járkálhat. Akkor mindenki vannak országok, alkotmányok, zászlók, jelvények, hogyha itt elseperjük itt a államhatárt, meg az, hogy valaki, ez a miénk, ez nincs 10 millió magyar ez az ország, meg a határon túljaiké, maximum, ennyi. Úgyhogy nem is értem őket, egyszer nem tudom fölfogni. És a Brucse sose normális dolog, csak háborúság és vesztesség és baj. Mindenki vívja ki ott a szabadságát és a jobb létét, mint ahogy nekünk kellett tenni itt az utóbbi 100 évben. Hányszor kellett véreznünk, megküzdködni, hogy sok mindennel. Rengetegszer. Úgyhogy tegyék meg ők is, és ha nagy bajban vannak, és valaki kirabolta őket, akkor vegye tudomásra, hogy most vissza kell segíteni. Hát ott van egyetlen. Anglia, beírul Németország, nem, de Anglia, Franciaország, Portugália, Spanyolország, még az olaszok, meg talán görög is benne voltak a dolgokban. Nem tudom, nekik hol is mennyi gyarmatuk volt, mert ez azért sűrű változott, de mai napig is van még egy gyarmatuk, egy Angliának például, meg hollandok, dánok, meg és rabló országok. Na ezzel csak azt akartam elmondani, hogy ezek az emberek tényleg a mi testvéreink, és összetartozunk velük.
és nagy dicsőség, hogy elszántam olyan közegbe, mint korábban Ceausescu, vagy más államfőt is emlegethetnék, meg tudták tartani a magyarságot, és ők magyarok akarnak maradni, mert hozzánk tartoznak, és a nyelvünket, kultúránkat viszik tovább, ameddig tudják a gyerekeik. Egyébként az asszimiláció miatt halálra van ítélve valójában a szorványság, igen. De az nem mindegy, mikor jön be. Lehet, hogy sosem fog bekövetkezni, hogy eltűnjenek, mert fizikálisan vagy biológiai nem tűnnek el ott a magyarok. Maximum behódolnak, vagy tudomásul veszik az asszimiláció kapcsán az ottani hatalmat, amelynek vannak praktikus oldala is, mert ugye egy országban nyelvet beszélni azért, meg a közigazgatással birkózni, meg pozíciót szerezni, meg tudományos eredményt elérni, kulturális eredményt elérni, azért ott sok minden torzítja az ember hazaszeretetét és elkötelezettségét, befolyásolja, nem is torzítja, de ameddig tudják, tartják. Úgyhogy én nem látom azt, hogy nekünk erről nagyon sokáig sokat kell majd beszélnünk, és azért sok mindent megold a határok nélküli Európa, hogy akár költözhetnek, akár tartatjuk a kapcsolat, és akkor megmarad az erdélyi magyarság és a maga módján. Most ugye autonómiát követelnek. Igen. Igen. És azért ugye nekünk akár az ukránokkal, akár az tótokkal, a szlovákokkal, akár a románokkal, akár lent-délen millió problémánk volt az emberi jogokkal, hogy nem adják meg a kisebbségek kisebbségi létének feltételeit. Ugye? Nem adják meg, pedig ez benne volt a trianoni békediktátumban. Igen, hát bármennyire tűnik szomorúnak, de az az jó, hogy ezt említi polgármester, mert hogyha betartották volna a trianoni békeszerződésbe vállalt ígéreteiket, meg ajánlataikat, akkor túl sok probléma nem lett volna a következőben. Jó, ezen ugorjunk ezen a kérdésen. Jó, menjünk tovább. De ott tartottam, hogy a kulturális motiváció és az értékszemlélet konferencia. Magdi nagyon jól csinálja ezt a dolgot, és van egy ilyen kulturális szervezete a kulturális tárcának, egy ilyen szatellitje, amit ahol is visszament és tovább is csinálja. A hagyományokat, a mi értékeinket tartja életben, és próbálja propagálni, ez legyen kulturális érték, vagy akár gasztronómiai érték, és szokásainkat, magyarok szokásait, és az Alföld szokásait, meg az ország minden pontjának szokásait igyekszik fenntartani. Nagyon fontos lépés ez, meg is van hozzá a pénze, mert fontosnak tartja a kormány, és ott van Lezsák úr, Sanyi bácsi, aki fiatal nála, különben, de mi Sanyi bácsinak hívtuk őt mindannyian, és nagyon-nagyon agilisan szervezi, hatalmas építkezések vannak, valaki telti. Bázison is. Szoktam én is órát adni, ott alkalmasint vannak képzések, és jó volt ott náluk, mert a kultúrában, a helyi kultúrában, a falvakban, a városokban egyre több szakember az, aki megfelelő szakmai képzettséggel örködik és élteti a magyar kultúrát. Ez nagyon jó dolog. Itt is nálunk is több szakember van, és iskolázottak, és értik a dolgokat, úgyhogy nagyon fontos ez. Úgyhogy ennyi volt lakitelekről, erről valamit lehet, hogy mondtam múlt héten szerdán, és aztán volt egy szolár konferencia, odautaztam még az éjszaka, ezért rádióban nem is voltam, mert 23 óra körül még fölmentem Pestre, mert reggel 8-ra kezdődött a konferencia, Budapesten mégpedig. Józsefvárosban, a Budai Egyetemen. Józsefváros. Jó, épp csak hallgatom, hogy milyen. Hát alig találtam meg én is, de aztán igen. Rájöttem, hogy nem messze van. Igen. Készültem. Hát amit lehetett, én ott igyekeztem felszívni, rengeteg címet és egyéb dolgot is figyelvettem és felgyeztem, ugyanis a következőről van szó. Ténylegesen a jövő energiája a szolárenergia. Tudom a hasznosításnak problémáját, ezért gondolják el, hogy napközben rátermelnek az erőművekre a korrektorok, ahogy az áram az nem sokáig tárolható. Az nem. Ezt mindenki úgy jösszi, hogy egyáltalán nem tárolható, de vannak olyan hatalmas akkumulátorok, meg relék, amelyikbe lehet tárolni. De ezt ki kell egyensúlyozni, mert tűnik, akkor fölbúl a háztartása, az államháztartása, a elektromos háztartása az országnak. Amerikában ebből komoly cirkuszok voltak már. De mindenféleképpen van jövő. És nagyon sok buktatóra felírták a figyelmüket, több címet szereztem, bonyolító, tervező, finanszírozó kérdéskörében is, úgyhogy szívtam, mint a szivacs az egészet.
Ezt követően pedig itt volt helyben, de úgy tudom, hogy nem volt alpolgármesterről a vidékfejlesztési tudományos tanácskozáson, konferencián a Szent István Egyetem agrárkarán itt Szarvason, de szeretnék gratulálni, mert a vidékfejlesztés fontos, és úgy gondolom, hogy vidéki egyetemi karnak oda kell figyelni a vidék fejleszthetőségére és fejlesztésére. Ez lehet jó projekt, ha nem csak egy puncs, nem csak egy púder, nem csak egy alkalom, nem csak egy rendezvény, ahogy ma is mondták, nem rendezvény, ez egy fontos konferencia. Tudományos konferencia. Ma a szorványnál hangoztatták a rendezvény szót rendezni, azért szoktunk, hogy legyen programunk. Pontosan. De a konferencia az arról az, hogy tanácskozunk és megpróbálunk okosak lenni, legyünk okossá tenni másokat. Jó ötleteink és stratégiánk egyebek. Elkérték tőlünk a kerékpárút, a Szentes úti kerékpárútra kevés volt a pénzünk, és elkérte képviselő úr, úgyhogy Szent Andráson megépült a kerékpárút, mégpedig a sportpályáig, úgyhogy igen, ennek volt az ünnepi átadása. Én úgy láttam, hogy konfrontálódnak a elfoglaltságaink, és hát nem is jutott el a polgármester oda, úgyhogy örülünk annak, hogy békés Szent Andráson megépült a gát tetején a sportpályáig, a centrumig a kerékpárút. Örvendezünk neki, és használják egészséggel, sok sikerrel kívánjuk mindenkinek. Volt egy konferenciánk, mégpedig ez a LCD, vagy valami hasonló program, ez a szoftelemek, ezt mi szoktuk, úgy szoktuk mondani, hogy hát enélkül meglennénk ugyan, de akkor más vinné a pénzt, úgyhogy megcsináljuk okosításunkra ezeket a konferenciákat. Nem tudom, ön volt esetleg, nem? Nem. Voltam az jó, erről nem beszélek, majd az alpolgármesterről beszélem, mert ő területe is, ő a fejlesztésé felelős helyettes. Szociális munkanapja, tulipános közösségben volt, hogy nekünk van egy ilyen alapítványunk, hogy működteti a tanodát is, és ugyanakkor nagyon sok szociális tevékenységet végez, rengeteg, de a szociális igen, intézményünkben, mégpedig a családnevelő, család és gyermeknevelés és családvédelmi intézményünk dolgozói voltak, ott megköszöntük jegyző úrral az ő áldozatos munkájukat, szükség van a munkájukra. Aznap is volt egy láthatás, és ahol a szülők gyilkolják, ölik egymást, de a gyereknek ezt nem szabad nagyon észrevenni, és azért csak találkozik az apukának, hogyha az apukának van, ezek az anyukának, úgyhogy ezek jogok, és az a baj, hogy az élet olyan különleges helyzetbe sodorta a feleket, hogy nem tudnak ebbe csak ilyen hatósági közreműködéssel együttműködni. Ez elég furcsa dolog. Hát ilyenkor jönnek a mediátorok, és igen, akkor bevetik a lehetőségeket. Beszéltem ugye a kerékpárútról, az is megvolt, és még egy dolgot hadd emeljek ki, mégpedig a Mótyó idősebb klubját. Szeretném megköszönni ott dolgozó kistérségnél működő szociális intézménynél foglalkoztatottakat is, mert, és köszönöm Mótyónak is, mert kezd összeállni a közösség, ami régen is volt, és nagyon hálás voltam, hogy Nabik Erzsike és Mótyán Tibó hónap alá vette ezt a napot, és igyekezett vissza is emlékezni. Hát régi filmeket és fotókat láttunk a kortályról, ez volt 80-valahányban, amikor ott elindult a munka, aztán 88-ban hanyatott a dolog, de aztán most újból érdekelt, úgyhogy több figyelmet fogunk most már Mótyóra is folytani. Nem tettük volna, csak nem volt rá olyan igény, feszítőgény, de azért hadd számoljak be arról, hogy az idősek klubjában vonatkozásában, tehát idősek klubja dolgában azért jól működik ezüstszőlőnk, jól működik Sirató, a Dózsai utca egy picikét gyengé működésű, de a Betlen Gábor utca is jól működik, és hát ott van még a több, a Dózsa utcait mondtam, nem hagytam ki mást, és Mótyóról is már szóltam, és vannak még az egyházi intézményeink. Úgyhogy én látom, hogy megtettünk mindent, és ezt még értékelt a kormányzat is az idősekért, és az idősekről a gondoskodás tekintetében, mert az ilyen házi gondozás, előzi segítségnyújtás, a tanyagondnoki szolgálat, a jelzőrendszer, ami más városban nincs, ez idős kap egy jelzőmosát. Most arra kell gondolkodnom, hogy valami újfajta korszerűbbet tudjunk még tenni, még kevesebb gondolja, mert ne kell annyi szerelést végezni, mert itt van kis antennája, erősítője, és ha te kihúzza valaki, akkor nem működne. De ha szolgált rajtam az idős, hogy megint meg a gombot, akkor jelentkezzek nála, és segítséget nyújtanak. Mikor esett, akkor is, hogyha más gondja van.
És akkor következett vasárnap, mártonnapi szeretett ünnepség volt, Isten tisztelt az Ótemplomban, sokan voltak az Ótemplomban, jó volt látni a közösséget, és az Ótemplomi közösség diakóniai szolgálatát is jó volt látni, ott is hálás voltam azoknak, akik megosztják a munkájukat az idősek irányában, és próbálják pótolni a közösség gondoskodását, vagy megoldani, és a család hiányát az idősek oldalra nyújtják ezt a szolgáltatást. Aztán volt egy megvendégés, ott nem tudtam részt venni, és akkor volt egy beszélgetésünk Lázár Zsolttal, ugyanis nem fogják elhinni, 20 évesek vagyunk. Na szóval nem így kinézetre, mert ez hazugság lenne. Szolgálatban. Szolgálatban, igen. Úgy néz ki, hogy valójában egyszerre kezdtünk Lázár Zsolttal. És kérdezték, hogy hogy indult, mert Annát bízták meg, mediálni minket, és mondtam, hogy hadd mondjam el azt, hogy megkaptam a hatalmas megtiszteltést a várostól is. Két vállamra tettek jó nagy terhet, de úgy gondolom, birkóztam vele, de azért a helyzet nem volt olyan kecsegtető, hisz azért emlékezzünk vissza, hogy 1990-ben a rendszerváltáskor ebben a városban kevés kivétellel vesztesek lettek az emberek. Ahogy mondani, hogy nagyon utálunk, hogy vesztesek legyünk. Soknak megvillant az egzisztenciája, az anyagi biztonsága, a munkahelye, és sorolhatnám még. Több fiatal elment 8 év alatt. Cégeik egyike másik pont az átalakulás kapcsán tönkrement, megsemmisült. Vannak, akik abból a megszerzett vagyonból, amit azok, akik a jó időben, jó helyen voltak, sikerült megszerezni, voltak, tudtak nagyon bánni vele, és munkáját létesítettek, és terméket gyártottak, és megélhetést biztosítottak, voltak, akik fölélték, vagy fölélik. Hát ugye ilyen volt a Plastolus, aztán az a dobozosokkal együtt, természetesen. Azért a vasipar is 10-12 éves agónián ment keresztül. A szélén nem tudom, hogy hogy állnak a dolgok, mert nem tájékozhatott, 1800-nél dolgozott, szóval volt ott etonszallag, meg sorolhatnám. Nyilvánvalóan eldugult a piac is, de ugyanakkor én nem mindig láttam azt a progressziót, amivel meg lehetett oldani az egészet. Két kutatóintézetünket szétszették, egyiket meg is kellett szüntetni. Még volt a faipari, az is meg, az is tönkrement. Aztán több más TSZ-eink tönkrementek és szétszették. Az agráreti az majd valamikor 12-ben, vagy 10-ben körül, nem, 2000-ben az előfordulón akkor lett privatizálva. De ezek közt a privatizáció körül malom tönkrement, meg hogy nem mondjam már, szóval ott is dolgoztak emberek, földgyulladt meg, privatizálták, és sorolhatnám még, itt sok minden eltűnt. Úgy elég depressziós volt a város, bár nem látszott és nem írta ki senki magára. Évekig még 1998 után is még sokan titkoltuk azt, hogy bajba vagyunk, mert egzisztenciák voltak és próbálták. Viszont én akkor tájt is jártam családoknál, és az ember látta, hogy kívülről még megvan az egzisztencia, de belülről már nem. Belülről bizony. És ebben rengeteg család ráment, még gyerekek elmentek, úgyhogy... És akkor most folytassuk, ahol mentem, ugye a gyülekezethez. Hát ezt gondolják végig. Volt Nobika Vanasa, Erzsika, volt Péter, konfliktus, aztán volt szociális intézmény, amelyben itt loptak, ott loptak, ott tűnt el pénz, volt a veszekedés, aztán volt lelkészhelyettes, vagy minek mondják ezt a kántor, aki igen. Szintén úgy tűnt el Dicsőben a városból, nézzük a másik gyülekezetet, igen. Ott meg hasonló módon, ugye nagy bizalommal, később csalódással vették tudomásul, hogy az általunk megbízott országosi képviselő, hát nem éppen értette a dolgát, és nem tudta csinálni. Aztán később más is kiderült, hogy ártott. Nem sikerült megoldani a egyházak kártalanítását. Ő csinált körniskolát, nem azt akarta, hogy igazi evangélikus iskola legyen. És ott is volt sok minden. Szóval jártak hozzám panaszra, külföldről hazaköltözött idős hölgyek, hogy az életüket megkeserítette. A gyülekezet megint torsalkodott, és megint dolgok voltak. Nem hitettünk először ravatalozót sem, meg nem kizavartak minket a temetőből a közmunkások, hogy mit akarunk, mi ott az ő dolguk. Mondtam, igen, de akkor csinálják.
Szóval sok konfliktussal volt tele, emlékeznek Dózsai utcára, meg a milyen utcára? Hunyadi utca. Hunyadi utca, Szocira, igen, meg a Partizán utca, és igen. Jött a Dózsához. És akkor jött egy fiatal lelkész, akivel szót értettünk. Jött, ment volt, de fiatal ember volt, és volt rengeteg ötlete, és ott volt Józsi bácsi, meg a többiek, az öreg Luscsik Jani bácsi, akik igen. Azon voltak, hogy legyen békesség. Én találtam sokukban partnert, abban, hogy sok mindent megcsináljunk. Úgyhogy a város ügyéről pedig annyi, hogy 1998-ban is sosem panaszkodtam, és nem mutogatok hátra, mert azon nem leszek csak én esetleg okosabb, ha tanulok belőle. De visszafele mutogatni semmi értelme nincs. Én előre néztem, és én megmozgattam hegyeket, völgyeket, nem magam, hanem a testülettel. Hát voltak, amikor édesanyámat szitták naphosszat, a testületések hosszúk voltak, hajnalig tartottak, és küszködtünk, és vergődtünk, és gyarapodtunk, és haladtunk, és megpróbáltuk elhitetni a várossal, hogy mi nem vesztesek vagyunk. Ez jött össze 20 év alatt körülbelül. Nagyon sok korábban akut problémát, nem beszélek arról, hogy vagyonvesztése volt, nem csak az embereknek, mert azért, hogy tudjuk azt, hogy a vasipari, a sziréna, a faipari, a plasztóusz, az emberek vagyona volt, közösségi vagyon, szövetkezeti vagyon. Hát ugye azt a 10 000 földet kaptak belőle, tagok, az közben előtte sokáig dolgoztak kevés pénzért, hogy fejlesztessék a céget, hogy gyarapodjanak, és hatalmas vagyont hoztak össze. Persze ez a vagyon értéktelenik is, hogyha nem jól használják, meg hogyha nem jó a piaci levegő körülmény, akkor ez értéktelenik, de itt nagyon sok vesztes volt. És voltak olyan emberek, jó időben jó helyet, akinek a tulajdonságai, jó tulajdonságai, a hegyeket megmozgató tulajdonságok az, hogy jó kereskedtek, jó szerveztek, jól termeltettek, ezek pedig levegőt kaptak, és jól csinálják a dolgokat. De ne felejtsék, két kutatóintézet, egyik teljesen bedöglött, a másik pedig szét lett rabolva ott is minden. Szóval a szolgált lakásoktól kezdve a város vagyona is úgy lett, hogy eladtak sok mindent, aztán sok mindent feléltek, nem értették az idők szavát, pedig világmegváltó koncepciók voltak. A kárpótlását eladták, nem szereztek a városnak földet, nekünk alkalmasít most kell vennünk ingatlant meg földet, mert olyanoktól szabadultak meg, van stratégiai vagyon lett volna a város életében. És a kasszáról meg nem beszélek. Szóval, és nem beszélek a szervezetről, amely teljesen szétzilált volt, és túldimenzionált, amit rendbe kellett pakolni, és akkor a működésre mindenre futott a pénz. Tudják, mekkora dolog az, hogy egyensúlyba tartani a bevételeket, a kiadásokat, az önök igényét lehet, hogy minél többet teljesíteni belőle, de a lehetőségek azok korlátosak, de az igények azok mindig túlszárnyolják. Ez teljesen természetes dolog. Én csak mindig türelmet kérek, hogy pici türelmet kérünk, és amit nagyon fontos a közösség életében, úgy is meg fogjuk oldani. Aztán Anna rákérdett, mi volt az, ami nem sikerült. Mondom, a sikertelen dolgokról nem szoktam vajudni, tanulok belőle, aztán utána a hátam mögé, ha nem sikerült elintézni. Mert minek? Tapasztalatot megszerz az ember is, hogyha ötször acol nekirúgaszkodott, és úgy néz ki, hogy lehetetlen a dolgot elintézni, akkor kicsit lehet, hogy várni kell arra a dolgnak az elintézésére. Úgyhogy volt ilyen szennyvízügytől kezdve minden így a nyakunkba szakadt, meg a holták sorsa, meg a holták minősége. És akkor nem akarok túlságosan sokat nosztalgiázni, csak ugye ebből kellett elhinni azt, hogy nekünk csak lehet ez is, az is, amaz is, meg amaz is. Iszonyú munka volt, de nagyon jó volt csinálni önökkel. Úgyhogy nagyon jó volt, és ebben mondom, a saját megítélésem is a közösség részéről. Vannak ellentmondásai, ez nyilvánvaló. Olyan dolog nincs egy családban sem, hogy mindenkinek jót csináljunk, és mindenki elfogadja. És ha mindenki szeret valakit, az gyanúsult, valami nagy baj van. De az ember azért vágyik arra, csak ez nem írás dolog. Így van Lázár Zsoltán is, hogy őt sem mindenki kedvelte és kedveli, de tudom, és meggyőződésem az, nekem a munkában nem ő kellett a segítség, nekem a békessége kellett. Meg az, hogy a saját gyülekezeteinknél belülről a szerveti struktúrális dolgokban békesség legyen, és egyetértés. És annyi mindent elértek ők is, hogy én nagyon büszke vagyok a gyülekezeteinkre. Nincs csak meg a református testvéreinket is, hát ugye 80 éves álmot valósítottak meg. Pontosan. Szóval azért én nem mondhatom el, hogy ez a gyülekezet nem sikeres, dehogy is nem sikeres. Hogy kik járultak hozzá, felejtsük el, mert ott a gyülekezet intézte, és neki volt partnere, és sikerült meggyőzni embereket. Nem kis az a dolgunk, hogy ez volt a dolgunk, hogy szerezzünk magunk mellé patronusokat, támogatókat. És ott volt 1998, amikor Domokos László osztályi képviselő lett.
Na, aki tudta azt, hogy mit kell tennie az őt megbízó kerületért, az tényleg úgy volt. Úgy volt, és kellett neki segítséget, magam elé vett, és ott voltam, ez nekünk csak jó, jól jött, ígyék meg, hogy ebből nem volt kár. Nekem volt olyan munkám, de különben szívesen csináltam. De lehetőség is nyíltak ebbe a dolgba. És nagyon korszerűek voltunk, ahogy korszerű volt Lázár Zsolt is, meg a gyülekezete is, vitatkoztunk, harcoltunk, veszekedtünk és győzködtük egymást. De Viktor, és én úgy gondolom, hogy ha minket sok helyütt már ismernek az országban, és jó hírünkről, nem azért, hogy parkolok, vagy mit mondok a testületről, sem azért, mert ismerik a várost, és sokan nagyra tartják az itt élőket, az igényességüket, mert ez nem a képviselőtestületnél koncentrálódik, hanem azt mondjuk, hogy a városban kultúremberek élnek, tehát a városban szép érzékű emberek élnek. Szóval az csak sikerült elérni, és hogyha valahol vagy sokan irigyelnek, akkor azért jó, mint hogyha sokan sajnálnak. Úgyhogy minket irigyelnek, és ez jó dolog. Én úgy gondolom, legyünk el nagyon büszkék együtt, mert közösen csináltuk. A sikert különben senki se sajátítsa ki, mert egy ember semmit nem tud megmozgatni. De sok ember összefogása, ez régi mondás, és demagógiák is tűnik, sőt populárisnak is, hogy manapság mondják, de összefogásra tényleg el lehet érni dolgokat, és csak közmegegyezéssel. Úgyhogy próbálj meg mindenbe keresni megegyezést, olyan pontot, ahol sok ember érdeke, a többség érdeke dominál. Szóval így voltunk mi 1998-ban, amikor hivatalba kerültünk Lázár Zsolttal, őt még utána föl kellett azt hiszem avatni, aztán utána ki kellett nevezni, ő egy segédlelkész volt, hogy tudom, 98-ban. De az nagyon szép tőle, hogy erre így emlékszik, mert én úgy gondolom, sosem bontottuk egymást, hanem építettük. De néha mi veszekedtünk, meg volt még a szitkozottunk is, de ezt ne hírezteljék, de azért harcoltunk, hogy tudjuk jobban csinálni, és szebbet, és jobbat, és többet, és sok sikert elértünk. Nézzék, az evangélikusok nagyon meghatározók voltak ebben a városban, és nem is voltak szegények, gazdagok. Szóval meg tudták engedni maguknak, hogy áruházat építsenek, a gimnáziumot, hogy gondolják végig, egy gyülekezet meg tudta tenni. Meg hát minden valamire. A gazdának a régi időkben volt egy tanyája, meg egy városi háza magyarul. És az egyházak is volt vagyona. Igen. És most egyre több kérdésben tudunk szót érteni. A nagy állami feladatokhoz, amit nekünk kellett végrehajtani, vagy nem nagyon kaphattam segítséget, azt nekünk kellett megszervezni. De hál' Istennek mindig volt a hivatal is nagyon jól összeállt, nagyon sok értelmes kollégám van, és vizsgázott, diplomázott emberek, hozzáértők, alázattal dolgozók. El is mentek azok, akik nem hasonló stílusban voltak. Néha mi nyűgösek vagyunk, meg hirtelnek tűnők, de ott mindig alaposság van, és megfontoltság. Tess csak megint a testületőség előterjesztését. Azt megelőzően 90-től 98-ig azért néha ott találták ki a döntéseket a ülésterembe. Szóval úgy Skupcsina módjára működt az egész. Balírozott rend kell mindenhol, és rend is lesz. És sokkal többre futotta. Még ugyanabban a pénzben is, mert okosan jegyeztünk elkölteni. Na, ez volt a beszélgetésünk. Én megkérdezte Anna, hogy mi volt az, amit melynek kanyarodtam el, hogy mi nem sikerült. Nem tudom. Hogy sok feladat maradt még, amit meg kell oldanunk, az biztos. Nekünk, hogyha 100 feladatot összeírunk egy választáskor, amit megcsináltunk, azt leminuszoljuk, és teszünk mellé még legalább 20-30-at. Ugye a 100 mindig megvan. Most is megvan, hogy arra utalt, hogy nekem nem sikerült a pedóikart megmenteni az egyháznak, az nem rajtam múlott, az rajtam múlott. És ők még nem akartam ott nyilvánosan megbántani. Szóval ott alig voltam. Az teljesen más egyház már, mint ami régen volt, 98-ban. Ez biztos. Jó Isten segített ebben a dologban. Sok mindenben segített előző püspök úr is, de egy nagy, óriási hibát követette, ami történelmi hiba is, és sose lehet helyreállítani, vagy legalábbis nem látom értelmét, sem ezzel most már foglalkozni. Azt, hogy a volt tesedéki képzés, legyen az akármilyen, az nem az evangélikusoké. Volt rá pénz, nem Budapesten kellett volna, de áktéren templomot meg pincét felújítani, hanem ide kellett volna tenni. Úgyhogy ebben rossz érdeképviselők voltak a megyei küldöttek, vagy nem tudom micsodák ott, hogy működik a dolog. Hát a zsinat egész. Igen, a zsinat, igen. Nem tudták meggyőzni, úgyhogy aki állal, hogy felelős
beosztást, és tudja, hogy valami kell egy közösségnek, és fontos és jó, szent meggyőzése tesztelte, lebeszélte, akkor végig kell harcolni. Szóval ma nem adnak semmit sem ingyen, mindenért küszködni kell, de ezt vállaltuk, úgyhogy nincs ez semmi különlegesség. És aki nem bírja, le kell tennie, azt kell mondani, hogy végeztünk, nem bírom ezt a gyűrődést. Ezt minden nap újra kell kezdeni. Nem azért, mert harcolni akarunk lárpurlár, hanem azért, hogy tudjunk jól szolgálni, mégpedig önöket, minél többet, biztonságosabbat, komfortosabbat érezzenek. Nagyon nehéz volt ebből kilábalnunk, jó pár év ráment, de adtak rá nekem lehetőséget, hogy kilábaljunk, és nagyon sokat megoldottunk. Akkor nézzük, hétfőt hivatali munka volt, aztán elmentem a KBC ülésére, ez a Békési Fejlesztési Társaság, most mínusz 1 millióval vannak. Hát új helyre költöztek, 20 percen bekerült, megtaláltam őket, mert most egy kereskedőház mögé költöztek, és nincs a micsodában a gépkocsiban sem ezen igen. A mahinátor gépen nincsen rajta ilyen szám. És ráadásul nem is utcában van, hanem egy tér mögött, és mégis utca neve van, mindegy. Azért Tesseri tudta azt, hogy hogyan lehet eligazodni egy városban, egy településen, hát úgyhogy átlátható utca szerkezete van, nem akármilyen volt ez a Tesseri, úgyhogy én sokat tanultam tőle. Budapesten voltam, minősített könyvtár cím elnyerési ügyében meghívott Fekete Péter államtitkár úr, mégpedig az EMMI. Ez sincs benne a útbaigazoló táblánál. A Tessék Sámuel Múzeum és könyvtár vezetőjét meghívták velemét arra, sőt a vezető könyvtárosát is, hogy vegyük át a minősített könyvtár címet. Bagi Erika és csapata, aki ezt elrendezte. Hát mi persze közben működtünk, megfőztem én ott mindenkit, aki jöttek ezt elnőrizni, mert volt egész kampánia, tanulmányt írtak arról. Azt mondtam, hogy hölgyek, urak, itteni szakmai munka kiváló. A feltételek azok gyatrák, de erről nem ők tehetnek, még nem én, hanem nem kaptunk még 800 millió forintot, hogy visszaköltöztessük a Mitrovszki kastélyt. Meg van mentve, de áldatlan patok között vannak, attól függetlenül Fekete Péter is jó lobbistánk, mert Békés megyébe Gyómendrőt, Szarvas, Gyula és Békés Csaba kaptam. Minősített szépen. Ez persze egy kicsit nyitja a lehetőséget arra vonatkozóan is, hogy pénzt tudjunk szerezni. Mindjárt nem is hagytam ki a lehetőséget, van egy kollégája, asszisztense Péternek, ő pedig mindjárt hívta nekem a államtitkár helyettest, aki a hétköznapi favágó ügyekkel foglalkozik, és mondta, nekünk könyvtár kell. Mondta, jó, megyünk és segít, mert tudja, hogy fontos. Úgyhogy szereztünk egy barátot ismételten, és hát Péter pedig üdvözli a szarvasiakat, és mondta, hogy ő továbbra is figyelni fog a mi kerületünkre, hogy gratulálok Dankó Béla képviselőnek is, mert ő is lobbizott, hisz a kerületéből azért két könyvtár hát lehet minősítve. Ha jól emlékszem, akkor Gyula is Békés Csaba volt, de nem vagyok benne biztos, mert annyira nem figyeltem rájuk, mert az igazság, hogy az Akadémia utca 3 sincs benne ebbe a masinába, és hát megálltam a Szabadság téren a pincegarázsban, a parkóházban, szóval végiggyalogoltam az akadémiáig, hát ott kell, hogy akadémia utca, ott van, tudom, és akkor megtaláltam. Majdnem már lekéstem az álmerről, de hál' Istennek ott voltam idében, akkor kezdték osztogatni a díjat, csak Péter mondandóját nem hallottam. Hogyha összekapcsoljam már a dolgot, van egy bank, amelyiktől sikerült szereznünk ezében 50 millió forint taót, és csak kultúrára adják, ebből 5 milliót tud igénybe venni a mai információs utasítás szerint a Szervisztátrumunk. Úgyhogy mi tavaly is, miután tavaly helyiektől fogadtunk el támogatást a Szervisztátrumnak, most kértük, hogy estek sportnak adják, mert biztunk, hogy megkapjuk a lehetőséget a támogatónktól, és akkor 45 millió forint pedig a Jókai és a Teátrumi Társaság osztozik. Tavaly évben 50 milliót kaptak a szarvasiak szponzorálásából, szóval azért mi nem teljesen kapunk ingyen semmit, ugye mindenek ára van. És azért tudják azért, hogyha most van az utolsó év, abban lehet még kapni taót a színházaknak, és ugye feltételei vannak, hogy mennyi az árbevétele és még egybevétele. Úgy hallottam, egy nagyon fontos táncszínház 500 milliónál többet vett föl, és nem tud vele elszámolni. Egy belvárosi táncos színház. Hát belenyúltak a húsos bödönybe,
És akkor mi át szoktuk adni ezt a lehetőséget, és a mi támogatónk azt tudomásul veszi, hogy akkor a másik lehetőség, egy ilyen lehetőségünk van, ez pedig a szervezetünk, ő pedig 5 millió forintra befogadó. Igen, igen. Vagy csak ennyit tudni, most nem tudom pontosan, és nem is akarok belemenni. Csak ezt azért hoztam szóval, mert most beszéltem Zolival, aki szóval, hogy ez 70 napon keresztül működjön. Én nem szeretek készpénzt adni, az a költségvetés ember hiányzik. Igen, de amit igen. Máshonnan sikerül szerezni. De azt is mondta államtitkár úr, hogy a színpad javítására, a csapadékvizetésre az 5 millió forint rendkívül miniszteri keretből valószínű meg lesz. Mert telefonozott, hogy adjunk be ilyenkére. Ezek fontos dolgok. És mondom, a barátunk a könyvtár dolgában, Erikával is nyűveszteni fogjuk, és eddig nem sikerült benyugasztani sehova sem. Szóval voltak olyan fejlesztések, mint a konyha, napközis konyha is, ahol lehetett 20-10% eszköz, vagy fordítva 50-60% eszköz, a többi pedig építés. Tehát építés az a kevesnek, meg mind a kettőre sok kellett volna, úgyhogy nem sikerült berakni semmibe sem. A könyvtár se sikerült. Szóval mi 10 millió forinttal nem érünk semmit sem. Nekünk oda 800 millió forint kell, de 600-al is megelégednénk, mert az is rendben tudnánk rakni a házat. Legfeljebb nem menne automata, archiválógép, vagy mit tudom, micsoda. Jó, és akkor még a mai napról ugye beszéltünk, a szorványokról, a testületülés készül jövő héten, csütörtökön, szorosáros képviselőtestület össze fog ülni, és döntéseket hozzunk. Ma tanácskoznak a szomszédház egy projekt kapcsán, és a Béke utca egye, és a szorványoknál voltam a tudomány ünnepén. Ja, és akkor még tegnap este a könyvtári átadását követően elmentem a Lengyel Köztársaság. Igen, 100 éve pedig a Lengyelország. Nagykövete hívott föl, és hívott meg, nagyon szép díszes meghívó. 100 éves a Lengyel Köztársaság. Én nagyon büszke vagyok rájuk, és tényleg úgy van, hogy az alkalom arra is jó volt, hogy több emberrel találkozzam, hogy tudjuk, hogy vagyunk, meg hogyha tud, akkor segítsen. Ezek mindig egy mondatok, fél mondatok, nem terheljük le egymást egy ilyen fogadáson. De ezek ilyen lobbizó helyek is egyben. És úgy ott volt a ház alelnöke, egy jómenődi jó barátunk, aki most a könyvek ügyében a felesége mozgódik, hisz rokkant és keresett valami dolgot, úgyhogy fog jönni, ő is segíteni fog egy kis helyi könyvellátás ügyében. És olcsó könyveket szerez majd a városba, szerintem 300 forintért nagyon értékes és jó könyveket lehet majd szerezni. Ezt is megbeszéltem vele, aztán a belügyminisztérium helyettes államtitkárával is tárgyaltam. Mondtam neki, hogy kellene az egy kicsit pénz, figyeljen már ránk, mert úgy néz ki, hogy kicsi volt a lobbing, mert most még azt a kicsi vasszak Tükör utcai utat sem nyertük meg, és már harmadjára beadtuk. És akkor nem sikerült Szijjártóval beszélni, de azt majd külön meg kell keresnem, hogy most már úgy alakul a dolog, hogy kisebb beruházásokat is bejelentenek, nem csak 5 milliárdosokat, most már ránk is oda kéne figyelni. Nagyon büszke vagyok a lengyelekre, már csak azért is, mert ők is küzdöttek a szabadságukért, de ők már 100 évesek. 100 évesek, mert ők akkor alakultak, ők akkor kapták meg a szabadságot. Isten igazából, mi akkor elveszettünk a szabadságunkból, a magyarok veszettek el a szabadságukból a Trianon kapcsán. Ők pedig nyertek, de az a nép is állandóan küzdött és küzdött. Most is még az uniós fenyegeti őket. Szóval én azt nem értem meg, hogy tudja egy dán, egy svéd, egy norvég, akár egy francia számon kérni a volt szocialista országoktól 50 év levonadását. Szóval mi nem tudunk ugrani, mert az ugrándozásból orra bokunk. Szóval én elhiszem, hogy alkalmas, de egy demokratikus intézményünk megfontolandó, és nem biztos, hogy minden olyan strikt. Egyébként náluk több probléma van, mint nálunk. Én látom a sajtószabadság kérdésében, nem engedtem meg a német sajtó, hogy írjanak a migráns ügyekről, meg sok más helyütt, nem így van. Kellenek hozzá értelmes politikusok, akik mondják az igazat meg a őszintét. De hogy gondolja az a nő, aki életében nem látott? Hát, hogy nem volt itt, mi vasfüggöny mögött éltünk, le voltunk hűítve, butítva, és megmondták, hogy mi legyen miről a véleményünk. Szerintem évekig így volt. Szellemi terror volt, ezt kitalálták az oroszok, mert nagy hatalmak tehetnek róla. Most rajtunk 50 évet, ne kéne számolni akár a bíróság függetlenségén, alkotmánybíróság. Szerintem van olyan ország, ahol nincs is Európában. Akkor miről beszélnek itt, hogy mit csökkentettük az ő álláspontjukat? De ez nagy politika, adjuk a fenébe. Engem inkább azt izgat, hogy
mi lesz ezzel a gazdasági világhatalmi helyzettel, mert Kína most már gazdasági nagyhatalom. Ahol minket tisztelnek magyarokat, meg megértenek, és ez fontos dolog, úgyhogy nekünk azon a feltájon is kell barát, és remélem hasznunk is lesz, még kisvárosunknak is lesz valami haszna ebből a kapcsolatból. Már van jelenleg, van egy olyan cégünk, amely kínai termékekkel foglalkozik, és megy, mint a tank, tehát a piacon nagyon jó szerepel. Két fiatal ember tudta, mikor hogy kell csinálni a dolgokat. Nagyon fontos a fiatalok számára, hogy sose ijedjenek meg. Vállaljanak kockázatot, és tanuljanak nyelvet, és ennek nagyon progresszívek. Ezt nem a Facebookozásra lehet elérni, azért hozzá kell tennem, hanem komoly üzleti tervekkel, kalkulációkkal lehet elérni, és olyanok lesznek, mint itt az a két fiatal ember, aki egy hatalmas céget hozott létre. Nagyon büszke vagyok rájuk. Úgy is, mint az én barátom és ismerősöm gyerekei, de szeretném, ha sok lenne ilyen ebben a városban. Olyan szemletű, mint ők. És van sikerük, és van pénzük. Hál' Istennek. És legyen sok ilyen. Úgyhogy hajrá, fiatalok! Ha valami segítségre van szükség, meg kell kérdezni. Az lehet, hogy azt mondják, hogy nem, de akkor azt lehet fogadni, mert valamiért mondják. De megalapozott dolgokhoz sok helyet lehet szerezni ma mai világban, indulást és tőkét. Ma ugye kit támogat a fejlődésben a magyar kormány is? Támogatja a hazai kis és középvállalkozásokat, agrárosokat és a multikat. A multi is kellnek, mert nagy létszámot ők tudnak, és biztos piacot ők tudnak hozni a termékre. A multi az sose jó, mert az mindig rabszolgát csinál belőlünk, az bérrabszolgát csinál. Ott látni a tiszta érdeket. Ezt Németországban nem tudom ezt a Volkswagen-t sem, meg semmit meggyártani olyan ára, mint mi csináljuk meg, Mercedes sem. De egyelőre jobb a foglalkoztatás és a nem túl rossz munkabér tőlük, mint a semmi nálunk. Az biztos. Úgyhogy itt azért nagyon kiegyensúlyozottan kell tudni, és mérlegelni kell a vélekedésünknél. Úgyhogy jelenleg azért a multik szükségesek a magyar gazdasághoz. Nagyon veszélyes egyébként, amitől én félek, a világgazdasági válságtól, hogy megjusson, vagy a pénzügyi válság. A pénzügyi válságot gazdasági válság szokta követni. És ha a pénzügyi válság gazdasági válság van, azok a terméktől fognak megszabadulni, annak lesz kevés a forgalma, amelyekre sajnos Magyarország eléggé rátette magát. A gyógyszeripar az fog menni, az megy tudtak magától. De az élelmiszeripar is igencsak. Jó piacok kellnek, de az menni szokott. Ott néha politikai betartanak, hol madárinfluenzával, hol csinálva. Na jó, hát kitalálnak. Sertésvíz egyikben, az a sertésvíz madárinfluenzát csinálják. Sőt, még mi barmok is szoktunk nyilatkozni össze-vissza, hogy ilyen van, meg olyan van nálunk, közben el kéne hallgatni, mert külön kutya bajunk nem lesz tőle, csak a piacainkat veszítjük el. Aztán van politikai, hogy csinálnak, azok nem veszik át a kinek, a csirkét nem vették át a barmok. Igen. Most ez is felszabadult, úgyhogy lehet. No, most csak egy kis szünetet kéne tartanunk? Vagy még van itt néhány nagyon fontos közlendő, én ezt elmondom, mert most érkezett méghozzá a Darek ZRT részéről, a Darek ZRT. Nem az összes, csak a legzanzásítottabb közérthetőt idézem most. Tájékoztatás, tisztelt ügyfelünk! A kukába nem férő többlet kommunális vegyes hulladék gyűjtésére 120 literes zsákok igényelhetőek a Darek bázis hulladékgazdálkodási non-profit ZRT által működtetett ügyfélszolgálató és ügyfélkapcsolati irodákban, magyarán szarosan a piacon. Ezért fizetni kell? A zsákban kizárólag háztartásban keletkező kommunális vegyes hulladék helyezhető el, kérjük ne helyezzen a zsákba veszélyes hulladékot, építési törmeléket, zöld hulladékot, szelektíven gyűjtendő hulladékot. A zsák megvásárlásának feltételei az igénylő természetes személy és szerepel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyilvántartásában. Magyarul szerződése igen, van. Igen, szerződése, adatlapot tölt ki az igényléssel, igazolja személyi igazolását, jó, rendben van. Ez a bürokráciájuk, szóval ott lehet kapni a sanyzit, mennyi. Szóval a kukában nem férő többlet kommunális hulladékot gyűjtő zsák elszállításáért fizetendő díj mértéke az ingatlan fekvése szerinti település önkormányzati rendeletében meghatározott közszolgáltatási díj mértéke. Ez nem érdekes, mennyi? Nincs a írva. És akkor keresünk egy másikat. Hát Szarvason azt mondja, bruttó 294
forint 92 fillér, nettóba 232,22, igen. Ez mondjuk baj, mert ugye ez az üdülőkre vonatkozik, az acskó nálunk az a rendelet, hogyha igen. Üdülőben nincsen közszolgálati szerződése, akkor vett címkét és 290-re elhozták, ahogy kiraktam minden hétfőn. Igen. De mindegy, szóval, hogyha van az emberek, jobb, hogyha elviszik, mint hogyha neki kellett törődni. Pontosan, mert az még többbe fog kerülni. Nem tudtam, hogy ilyen gond van, de bármikor van ilyen probléma, kérem szóljanak, mert ha nem sikerül a szolgáltatóval szót érteni, mert akkor azért vagyunk, hogy mi meg pedig kardoskodjunk abban, hogy az érdekeink érvényesüljenek. Egyébként Viktor, és nem sok, mert egy sörára manapság már ez. Igen. És 240 liter? Igen. Ja, az jó nagy. Az sok az egy kuka. Gyűjtőzsák 120. 120, egy kis kuka. 120-as, az kis kuka. Kis kuka. Akkor kis kuka. Is. Ha összeadjuk, a négyszer elviszik, mert négyszer van szállítás, igen. És igen. Akkor kell, akkor még nem is van. Igen, lesznek majd a továbbiakban még ez a kérdések, de majd a napokon, a jövő hét folyamán érkezik az igazgatóasszony. Nagyon helyes, aranyos különbözőt szeretjük, és az érdeke a városnak, hogy ne legyünk fasítva velük, mert semmi értelme nincsen, szolgálnak minket, és alapvetően az kezdeti hibákra is kértem az önök türelmét, hogy nem kell ugrani ott, ahol nincsen árok, majd akkor ugrándozunk, hogyha odaértünk az árokhoz, és nagy baj van, de egy picit türelem mindig kell. Szóval az egy nagy bölcsesség, hogy az ember megpróbálja, aztán még egyszer szóval tesz, aztán még egyszer, és nem jövök utána az asztalra csap. Ennyi. De hát azért kétszer-háromszor adjuk meg az esélyt arra, hogy a másik, ha tévedett, akkor kijavítsa, rendbe tegye, kipótolja a dolgot. Úgyhogy, kedves szarvasiak, a Szarvasi Könyvtár minősített könyvtár címet kapott, mégpedig miniszter úrtól, és ezt átadta Fekete Péter államtitkár, kultúrájt felelős államtitkárság vezetője, államtitkár úr, és Erikáik átvették, és nagyon boldog voltam, hogy ezt is sikerült megszerezni. Ugye azért jönnek itt a címek, menedzseljük is magunkat. Ja, és akkor nekem ott kell szívódnom velük, Erika meg azért mondta, hogy el kell jönni a polgármester úr, mert te is kardoskodtál, hogy megkapjuk ezt a címet, hogy nem mondom, hát mert jók vagytok. Úgyhogy. Na, akkor és ezek... akkor megyünk lobbizni a Szabadság 28, az a pontosan a Mitroszi kastély, az Vászlán is jó. Annak a felújítása kapcsán, hát mondtam, hogy 600 millióra tudunk menni, mert azért reális összeg annak a az alatt már nem éri meg. Az alatt már nem, hogy nem éri meg, nem lehet kihozni. Nem, hát ugye meg van védve az épület, ott áll, és ez egy nagy hiányosság. Igen. Akkor most kérünk egy kis szünetet jó. A kollégáktól, és utána visszajövünk. És várjuk hívásaikat a 66-400-es ne felejtsék, mert arról fogunk beszélni, amit önök kérdeznek. Egyébként meg azt, amiből én készültem. Van bőle bőven, még el se kezdtük. Akkor most jön vissza. És akkor itt vagyunk a folytatásban, ahogy a szünet előtt említettük, 66-400-ezer a hívható telefonszámunk, hogyha van kedvük kérdezni, javasolni, véleményezni, nyugodtan tegyék ezt meg az adás egésze alatt, mi pedig akkor megyünk tovább. Igen, kérdezték, mi van a vasiparival, múltkor én beszéltem róla. Szóval rosszul lett valószínűleg kiszámítva a fedezeti összeg, nem hozta a várt eredményeket, sem minőségben, sem mennyiségben, a gépekkel volt a gond. És volt némi technológiai, konstrukciós probléma is, és a foncshozott termékek gyártására leálltak. Ez persze személyi vesztesség és anyagi vesztességgel is járt, hiszen azért a piac jelentős részét elveszett a vasipari ebben a lámpatípusban, és vesztességet is termelt hosszú időn keresztül a próbálkozás, hogy a foncshozott terméket gyártsák. A vasipari a szűkebbre vette magát, és konszolidálja magát, nem kívánja megszüntetni a céget a tulajdonosa. Ez egy fontos, nagyon fontos lépés. Különböző kérései vannak, meg voltak, amelyeket igyekszünk segíteni és tárgyalni az ügyben, hogy a gördőkkel legyen a konszolidáció és a újraéledés az dolgnak, tehát anyagi gondokat keletkezhetett. Itt a bankokkal is kell majd tárgyalni, hisz azért bankhitelből csinálták, és lesznek szerveti átalakítások is, mint voltak is már, tehát létszámvesztességgel járt a foglalkozatok vesztességével. Nem biztos, ez a szinten megáll a vasipari létszám, lehet, hogy még csökkenni fog. Nem tudom, most azon gondolkodunk, hogy ugye volt már a példa, hogy az önkormányzat bevásárolta magát egy cégben. Hogy szabad-e, kell-e, hogyan, miként. Ez a kérdés is fölmerült, még akár állami
szerveket is meg lehet keresni az ügyben. Nem tudom erről mi a vélekedésük, de úgy gondolom, hogy tradicionális cég is meg akarják tartani a vasipari nevét. Ez egy olyan termék családról szól, és bármit gyárt a Szarvasi, és ott a nevében, mint a Szarvasi mozzarella is, nagyon sokat tett a város ismertségében. Így a Szarvasi vasipari is. Sok cég jó antréval megy a piacra, nagyon sok kereskedőnk van, sok lovélők se tudnak, higgyék, mi pedig vannak olyan kiváló szakemberek, akik a piaci világot jól értik. Kevesebben vannak a termelők között, többen vannak a kereskedők között, de ez végtel is teljesen mindegy. Egy dolog lényege, hogy hozzon jövedelmet a városra. És na szóval ez a helyzet. Megvan a volt menedzsmentben is változás, mert azoktól, akik ezt a hibás számításokat, meg hibás bevásárlásokat, gépvásárlásokat eszközölték, ugye megkettőjük, igen, elköszöntek. De mondom, megkívánja tartani. Ebben mi keressük a lehetőséget, hogy hol tudunk úgy beavatkozni, hogy segítsük a működésüket, ne hátráltassuk. Most el is kezdtük, mert láttuk, hogy nem tudnak beszállni a járdaépítésben, szóval vártam jó pár évig, de azért mégis csak hülyén néz ki, hogy a városon végigvezetünk, két járdát, egy hét hiányzik a közepe. Igen. Ugye a Vast is neki kivittük mind a két járdánkat. A fő közlekedése a városnak, és elkezdtük, ezt is kívántuk bejelenteni nekik, de megelőztek, hogy jöttek, meg szerettük volna kérdezni, hogy mi a igaz a pletykából. Senki nem vásárolta meg, nem akarják eladni, továbbra is tartják, két cége van a tulajdonosnak, és Székely Laci bácsnak, hát 90-es évek, nem, 80-as évek elejétől jó ismerőse volt a tulajdonos. Igen, hogy nem, a 80-as évek. Úgyhogy nem mondtak mást, amit elmondhatok, de úgy gondolom, az pedig közügy, hogy egy cégnek vannak anyagi gondjai, és egy fejlesztés az nem úgy sikerült, ahogy eltervezték. A túlzott volt az önbizalom a menedzser részéről, és nem volt alapos a számítása, és elhitték valószínű, ahogy én tudom. Azt is kérdezték, mi van Ciprussal. Szintén magánügy, mert végtére is magántulajdonos Ciprusnak a területe, a épülete és a körülötte lévő telekrész, ami nem tudom, annak idén 90-t követően nagyon furcsán került a tulajdonában, mert a testület arról döntött, és ez jegyzőkönyv is így van, hogy csak úszótelkesen kapja meg. Emblematikus épületévé vált a városnak a Ciprus. Teljesen. Elég jó besimult, de sose fejezték be. Szóval nem volt készen soha. Igen, csak a földszint. Ott keresztül fújt a szél. Aztán nem sokat költöttek rá az elmúlt 15-20 évben. És van egy híres tervező, akinek van egy örökös, aki megpróbálta megmenteni. De hát mondtuk, hogy mi nem tudunk egy be nem fejezett épületet, amely romhalmaznak tűnik már lassan. Nem tudunk véletlenül nyilvánítani, és ezzel különben se érünk el semmit sem. A tulajdonosnak jogával rendelkezni. A tulajdonos rendelkezett, egyébként Rosszi Kjöncsi eladta. Volt vevője, megalkottak és eladta. Ezt körülbelül másfél-két éve készülődik. Ő ettől üzletágtól megkíván szabadulni, terjessé vált és a fia számára, és tovább kívánnak lépni, és eladták. Tehát megtörtént, ő nekem bejelentette. Csete úr fiával is tárgyaltam, mert hívott és szemrányást tett, aztán hívta az építész akadémiát, vagy mit mondjam, van a művészeti akadémia. A része a építész része, és ott az építészeti főmufti, nem tudom mi a titulusa, pontosan az is cívódott velem, mondta neki, uram, hogyha lejön, nézze meg, és hogyha van jó ötlete, hozza meg velem, de ha lehet, akkor pénzt is hozzon mellé, mert ezt nem gondolja, hogy egy előszeretett érték miatt a város ebbe be tud szállni. Akkor elmondom azt is, hogy megesett, hogy le fogják bontani. Az új tulajdonosnak erre nincsen szüksége, mást fog építeni. Erre viszont nem hatalmazott még föl, majd fog kérni építési engedélyt és bontási engedélyt a hatóságoktól, abban se sok beleszólásom lesz, de miután nekem van egy véleményváltási lehetőségem, az önök nevében esztétikai oldalról, ezt meg szoktam tenni. Volt már azon 5 ilyen ügy, 2-nél aláírtam és 3-nál nem. Ugyanis egy szerszámos kamrára, egy gyümölcstárló, amikor ott van
öt szoba, meg két zuhanyzó, meg két WC, meg konyha, meg stb., akkor hadd ne írjuk már ötszerszámos. Hát szóval nem egyezik az elnevezése az építés engedélye, úgyhogy mondtam, hogy nem. Ez valószínű, hogy módosítani kell a rendezési tervet, semmi akadály nincs. Egyébként megiptetik azt is, amit elterveztek, csak akkor azt kell írni rá, hogy nyaraló, vagy üdülő, igen, vagy hétvégi ház, és gondoskodni kell a közművéről, hogyha sem baj nincsen. És adója is van, tehát nem vagyunk elnérdekeltek a város, csak azt nem szeretem, hogyha nem azt mondjuk, amit leírtunk, meg amit akarunk. Úgyhogy az nem igen, jól veszi igen ki magát. Úgyhogy bocsánat kérek, de nem tudtam ilyet aláírni, mert mondom, szerszámtáró, gyümölcstárónak padlástér beépítéses, pihenős, nappalival, meg konyhával, meg egymással gyümölcstárója nincsen. Ilyen van a Dózsatónál is, hogy ott se fizetnek adót sem, és ott is gyümölcstárolók, meg szerszámos kamrák vannak több millió forint értékben. Igen. No, ezt is fel kéne számolni, mert ez az építéshatóság gyengesége, és hogy így lehettek. Majd ennek, csak szeretnénk ezt mindig vér nélkül, meg visszak nélkül megoldani. Nem fennmaradás engedélye. Múltkor is volt egy üdülő tulajdonos, talán debreceni, vagy szegedi, vagy nem tudom, valósi. Ő például egy olyan házat tervezett a Körös partra, a Városstrand után távolabb egy 100 méterre, 200-zal, hogy van 10 méteres telke és három szintes épületet. Szóval úgy nézett ki, és olyan tűzfala a szomszédra, hogy rá fog dőlni, szóval félelme lesz. Igen, és olyan féloldals, hogy mint a pizai ferdetorony, mert nem statikailag olyan, hanem esztétikailag mondom, hogy ilyen baromságot ne csináljunk. Szóval, ha valahol 10 méteres a beépítési front, akkor még valami ha tetőtér beép, igen, de akkor ne legyen már vele szálloda, mert azért mégsem oda való. Akkor azt is kérdezték, hogy mi van, volt dr. Csanádi telekkel. Azt tudni kell róla, hogy ezt a telket, miután a tulajdonosánál nem tudom, mi történt, eladta, vagy nem adta el, ketté vágták. Egyik felét beépítették, igen, amely szabad volt, most pedig látták, hogy bontanak ott, és eltűnt az épület. Megvette valaki, és be fogja építeni. Igen. Ez történik ott, úgyhogy ez Bözsének volt a telke, sokan ismerik őt szarvasan, azt hiszem ő vette meg annak, én ebből az anyagi problémából felszámolás volt, vagy elszámolás, nem tudom, valami kapcsán. Igen. Bözse szerezte meg, és hosszú évig hívott Éva tábla, hogy eladó, de olyan magas volt az ár, hogy nem vették meg, és aztán talált vevőt, úgyhogy Isten értesse, nem egy szemétdom lesz, mint eddig volt, mert eléggé csúnyán vezeti a Körös partján, rendbe teszik, aztán milyen lesz, az majd a építés engedélyező hatóságon múlik, meg a városi főépítészen, úgyhogy ezzel sincs semmi különösebb gond, tehát a családi féle telken egy lakás már megépült, és egy másik is egy valamilyen épület fog épülni, nem tudom milyen szándékkal, de nem hatalmaztak fel, és nem is voltak még benne a hivatalnál. Egyről tudok, hogy kértek bizonyítványt arról, lebontották, hogy nincs meg a telekkönyvnek, ezt pedig igen, ha lehetett írni, mert nem bontási engedély volt, hanem hogy már nem létezik az épület. Aztán miért nem létezik, és ezt lehetett csinálni, ezt tudják a hatósági emberek, ezért nem tudok beleszólni. Ciprus. Környékén a horgászat. Szóval a hétvégén is három kocsi ott lenne át. Nem tudom, hogy gondolják, de úgy gondolom, hogy parkba továbbra sem volna jó, hogyha gépjárműbe állnának, mert nem parkoló. Viszont azt szeretném elmondani, hogy a Ciprus mögött és a Ciprus előtt is, mert ott, ha jól emlékszem, 8 méter a miénk, ki van karózva, tehát a szobor sem a város területén van, hanem a Rosszik Jancsi terén. Igen, a lejáró és a közlekedés lehetőség lehet becsázni, semmi akadály nincs. Egyet kérek, hogy szemetet ne hagyjanak ott, és ne akadályozzák esetleg az arra sétálókat, ne teljesen foglalják el a szélességet, ami a város tulajdona, de kocsival beközleged nem lehet. Voltak ott, akik azt mondták, hogy nincs kitáblázó, kitábláztuk, aztán mondták, hogy nincs korlát, akkor korlátot raktunk, szóval senkinek sincs oda joga beállni. A gyerekek szaladgálnak, meg sportolnak a parkban, úgyhogy ha jó kikötőz mennek, úgyhogy ott ne igen, kocsit parkoljon. Közterület, de az nem azt jelenti, hogy mindenki. Ott van a parkoló oldalt, a Ciprus előtt ott lehet megállni. Kérek, mindenkit tartsa be. Lehet a Liget part szakaszán is pecázni, ott is rendre kell csak is a szemétre ügyelni. Aztán a Szent István parknál is lehet pecázni, igen, aztán lehet a közlejáróknál is pecázni, aztán lehet a Pepi sétányon lévő jobb oldalt lévő hosszú 500 méteres szakaszon a város tulajdon lehet pecázni. Ott arra kérjük, ne írtsanak és ne álljanak be kocsival, ott sem szabad beállni, úgyhogy az a gyalogosoké és a sétálóké, meg az arra közlekedőké.
Úgyhogy kérésem az, aki hallja, adja át, kedves pecások, se szemetet, semmit ne hagyjanak széjjel, ne foglalják az egész utat, de korrekt módon pecászanak, az a víz azért van. Úgyhogy semmi akadály nincs. Nem rontja a városképet, ha valaki belogatja a madzagját. A Szent István szobornál, de az mégiscsak rontja, hogyha mondjuk koszos kocsi oldalának a parkba az. Az erő teljesen, igen. Szóval gondoljunk arra, most száraz időben most nem szántották föl. De azért mégsem volna jó, hogyha ott elakadna, aztán felszántana a gyepet. Nem azért csináltuk a partvédelmet, hogy a kocsival beálljanak. És különben is az az embereké, és nem a kocsiké. Úgyhogy ezt tessék már elfogadni. Pletyka, bűncselekmény van a ligeti fakidőlés dolgában. Kitölt egy fa, dőlt egy fa, azt én tudom. Valamikor volt egy szeles időszak, kiraktuk a táblákat, igen, a szeresdővel közlekedjünk a liget területén, és ebbe eltadja a kerékpárút is, úgyhogy mindenki saját felelősségre közlekedik. Ez nem teljesen igaz így, mert ha kerékpárút van, akkor nekünk az üzembiztonságát biztosítanunk kell. Ezért felelős a Komi Páros Gazdálkodási Kft. És a fák viszont nagyon rossz állapotban vannak. És az igazság, hogy tudjuk, hogy éríteni kell majd, meg lesz is ilyen tervünk, de miután olyan hiszteroid, de ez egészséges, féltés van a fák dolgában és irányában, ami én nagyon pozitívnak tartok. Csak amikor valami életveszélyes, akkor lehetőleg hagyják meg a szakemberek a lehetőséget. Mert volt itt egy politikai párt, aki már mentsük meg a tölgyfát, nem kell, arra szakemberek vannak. Ugye csináltatunk szakvéleményt, 5 éve foglalkozunk vele, baja van. Annak a fának. Most a legutóbbi szakvéleményt is csináltott még itt a Városépítő Egyesület, és abban az a vélekedés, hogy búcsot terítsenek alá, és apró növényeket ültessenek. Na, attól nem fog megmenekülni a fa. Hát és le kell majd vágni azt a gaját, ami elhalt. Igen. Mert az életveszélyes, pláne karácsonykor valaki rázol, akkor baj lesz belőle. De nincs napirenden a kivágása. Tudnék, arról van papírunk, szakértői papírunk, hogy a fa nem kidőlés veszélyes. Úgyhogy minden hisztériát mellőzni kell. A mai világ arról szól, hogy a rádió, tévé is alkalmas, hogy hiszteroid témákat dob be és hiszterizálja a közvéleményt. Mi mindig higgadt paraszt emberek voltunk, szarvasiak voltunk, akik nem ugrak ott, ahol nincsen árak. Úgyhogy kérem önöket, ne ugorjon senki sem. Szeretjük a fákat, védjük a fákat, de a fák is olyan, mint az emberek, születnek és meghalnak. És az nem jó, hogyha valakit agyonver. Visszatér a pletykára. Valaki, valami van, amikor ez a fa kidőlt, akkor ledarabolták, de még kellett hozzá a daruskocsi, ez nem jött meg időben, és a pletykák szerint az van, hogy rádőlt valakire, ráesett goly, a kicsoda, Sonkoly Matyék szerint pedig neki ment az illető kerékpár, úgyhogy kártét is követelt 5 millió forintot a Komiptól, és a biztosítónkkal megegyezett, úgyhogy van biztosításunk, és megért a sérült. Nyilvánvaló, hogy az, hogyha baja lett, akkor miért ne kapna. És hát különben sem a város kasszájából megy, úgyhogy a biztosítás meg fontos, mert volt már komoly baleset is a városi közutakon, és azért mondtam, hogyha bármivel kárunk van, nézzük meg, hogy hogyan lehet rendezni, mert nem szeretnénk, hogy a saját városunkban, a saját polgáraink valami kárt szenvedjenek el, úgyhogy nem foglalkozunk a kárunkkal. És nem áll oda a közösség a segítség oldalára. Van biztosításunk. Viszont arra kérem, hogy többen jelezték már, hogy iszonyúan száguldanak a Szent András fele menők a halásznál, és lejtőn mennek, és utána szintén. Igen. Volt nagy, kitörték a korlátot, úgy neki ment valaki, nagyon megsérülhetett, de ezért se biztosítás sincs, nem jár, mert az út viszont megfelelően kell közlekedni a lejtős, akkor be kell fogni a féket, vagy a kontrát, vagy mi a csodát. Ne száguldozzanak, és összetörték a korlátot is. Meg lett javítva, és itt elsősorban több szarvasit is érint, mert többen járnak Békés Szent Andrásra, kerékpárra szarvasak, de sok bejáró Békés Szent Andrási közlekedik a kerékpárúton. Volt baleset is, mert kis motor is összeütköztek, és komoly baleset volt belőle, de ez egy följebb lévő szakaszon. Úgyhogy a pletykáról annyit, hogy van benne rendőrségi nyomozás, nem tudjuk, hogy milyen okból, én kérdeztem a kapitányt, de nem szeretek kérdezni, mert az igazság az ember nem szólhat bele, tehát nem befolyásolhatja. Mondta, hogy ha konkrét tények lesznek, akkor meg mondani. Egyébként oda fog figyelni rá, mert mondom, ne vegzáljunk új embereket fölöslegesen, ha azt nem szabad még a törvényesség látszatával se. Úgyhogy
most ott pár emberni, ott favágó, nem tudom, kiket kérdezget meg, nyomoz a rendőrség. Lehet, hogy foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés a téma. Hát ezt majd... Majd eldöntik a szakértők. Nem, hát majd eldönti a bizonyítás, hogy volt-e foglalkoztás körében elkövetett veszélyeztetés, vagy a jóisten kitöltött egy fát, valaki meg túl gyorsan ment és megkapta a kártét, és akkor pont rá. De lehet, hogy a OEP az kérje a kórházi ellátást, mert biztos volt valami. Igen. Nagy baj, hogy így neki ment az az asszony, és remélem meggyógyult már teljesen, de legközebb azért vigyázzunk, szóval azért nem tudom, melyik az igaz, mert nem tudok igazságot, de nem is az én dolgom, hogy letört a gaj, vagy pedig ő ment neki. Egy benyúló gajnak, és a benyúló gaj az veszélyes. Az igen. Nézzük tovább, mi van még. Jó, nálam parkolók a következő, mert az előzőkről beszéltünk. Még a múltkor nem tárgyaltuk, és hadd érjek még vissza arra, hogy a 44-es szaros járkai szakaszán meg volt tiltva a traktorok és a lovaskocsik közlekedése. Ez, igen. És az át volt tereve, csak a Petőfi utcán lehetett. A Petőfi utcán tudom, hogy nem lehet közlekedni, mert túl Keskeny utcai és oda forgalmat el nem szabad, viszont semmi nem tiltja, akkor azt is megengedi, a 40 km felett közlekedő járművek közlekedhetnek a Szabadság utcán a 44-esen, nem okozott forgalom dugókat sem. Mentem is egy traktor után, is sem baj nem volt. Szent András följött, és kutya baj nem volt. Tud menni 50-nel. És megvan minden villogója. Azok a kocsik, amelyek viszont nem rendelkeznek megfelelő műszaki felszereltsége, hát azok óvakodjanak, mert rendőr igazoltatni fogja itt is őket. Nem csak a Petőfi utcán, és nem csak a bárhol. Több ilyen, azok a közötti forgalomban nem vehetnek részt. Igen. Tehát 44-esen, de ha bármi problémájuk van, akkor kérem jelezzék. A mezőgazdasági gépeknek is közlekedniük kell valahol. Egyébként az egész városban közlekedhetnek engedélye. Viszont az sem tartható, hogy beközlekednek nagy darús kocsikkal a Kossuth-Lajos utcára. Már most a Börtön helyén épülő épületnél. Tizenvalahány év után újra indult az építkezés, és valami lesz belőle. Majd erről később is beszélek, ott oda nem mehetnek be, mert még engedélyes sem, úgyhogy át kell rakni. Vannak olyan helyek, akár a belvárosban, akár Kecskeméten, akár Békéscsabán, ahol kis járművel szolgálják ki az építkezést, vagy pedig a burkolat helyreállítását vállalják. Úgyhogy ebben a dolgon meg kell állapodni, tehát semmi sem lehetetlen. Bemehet akkor, hogyha tönkre megy, akkor megjavítja. Ja. És akkor beszéljük a Pingvin patikáról, a város egy nagy patikája. A múltkor elkezdtem mutatni önöknek, ez a PAP helyén. Úgy tudom, a saját tulajdonukban megvásárolták a korábbi tulajdonostól. Én nagyon sajnálom a vendéglátóhelyet, de bevallom őszintén, hogy az sem volt állapot, hogy minden potyogott róla, és már veszélyes volt a körzete. Sokan látták már, akik nem látták még, akkor mondtam, hogy ilyen szép új vonalas patika épül. Ami ebből közügy, hogy korszerű szolgáltató hely lesz a gyógyszert illetően, lehetőleg mindig kevesebbet vásároljanak belőle, vagy legyen szükség rá, és lesz mellette egy mindjárt mondom is, és nem a reklám helye, gyógynövény és reformház része is a mostani patikával majd szembe van, tehát azon az oldalon, az ABC-ből beközlekedő úton van, itt lesz egy ilyen reform külön intézmény. Na most erre a gyógynövény és reformházra megkérték a parkoló engedélyt, írták, hogy 4 parkolót szeretnék építeni, és megváltják az önkormányzatnál. Miután van lehetőség arra, hogy építsenek, mi nem a pénzt kerüljük, hanem építsék meg, és nem 4, hanem 5-öt. És felhívom a figyelmüket, ma írtam a levelet, hogy felhívom a figyelmüket, amennyiben itt elrendeli a hatóság azt, hogy gondoskodik a parkolóról, ez nem az én dolgom, hanem a hatóság eljárás része, akkor azt is megíptetik még például a Csaló közegyben, tehát az Agrár RT mögötti területen, az a város területe. Helyesebben a fürdő területe, mert oda van csatolva, tehát nem közterület, hanem fürdő területe. Viszont itt vagytuk a közforgalom szempontjában, a Csaló közben, ott nagyon sokan járnak és szeretnek beállni oda. Viszont ott senki nem volt hajlandó befektetni egyelőre, és most a patikánál mindenféleképpen azt kérjük, hogy az 5 darab parkolót építsék meg. Nem baj, nem lesz készült önbejegyzésre, mi kiadjuk azért az engedélyt, ha megállapodtunk és aláírják. És még azon ki nem tudom, a gyógyszertárhoz hány parkolót kell létesíteni, az is meg fog épülni ott. Vannak ott olyan viták, hogy cseréltek gazdát, aztán bérelnek a szembe lévő részen parkolót a üzletházsor. Hogy hívják a jazzcafé?
Ja, igen, meg volt. Ezeskafé utcája, az a... Az ja, a, igen, a sétáló utca. Az a kis sétáló utca, igen, nagyon szépen, igen, sem megy a tépítve, és csináltak annyi parkolót, ahogy az illik, ahhoz az épülethez az. Ebből a tömbből nem bérhető oda, hanem neki kell építeni. Úgyhogy szemitákat ezt hagyják, inkább bízzák magukat a jó szakemberekre, és járnak utána, aztán teljesítsék az igényeket. A dolog lényege, ami új és úgy van közügy, hogy a gyógynövény és reformház kapcsán a Pingvin Patika, mint cég, az kérte azt, hogy megváltsa a négy darab parkolót, mondtuk, nem négy, hanem ötöt kell megváltani, és nem kell megváltani, hogy építse meg, úgyhogy meg lesz valószínű. Nagyon nyitottak rá, és nagyon korrekt a Pingvin Patika cége, és gondolom, hogyha megkapták levet, akkor intézkednek is ebbe a dolgba. És akkor mondom, a Csalóköznek az eleje, az Agrár RT mögötti része, a fürdő része, aznak a helyre számán van, de nem választottuk le. Ezt korábban arról volt, hogy a fürdőfejlesztésre használjuk. Igen. És akkor lesz a Csalóköz egynek, ugye így hívják, bocsássanak meg, de így hát hívják mindenki. Neve, és igen. Ott van egy széles járda, ami nagyon borzasztóan néz ki. Azt se csinálták meg a tulajdonosok. Katasztrofális, és ez a fürdő területén van, úgyhogy mi egy járdát gondolunk, hogy nekik ezt a fürdőt majd bővítjük, de így van, ez eltolódott, mert nem nagyon van rá kereset sem, pénz sem, és hiába viszont nem tud más egy Cserkével sem Gyulával vetekedni, arra pedig, hogy kiegészítsük a nyári programot a Holtágon, hogy van egy rossz nap, egy esős nap, azt ki tudjuk egészíteni a városi fürdőnkkel is megteszünk. De ha a város igénye az lesz, hogy legyen csúszda meg ilyesmi, akkor azt is meg tudjuk oldani, mert vagy ez a területen, de a kazaházat nem tudjuk megvenni, mert iszonyú pénzt kérnek érte, és azt nem vagyok hajlandó megfizetni, szóval irreális ár. És annak idején a városi irányodat egy kicsike darab telket is még annak idején volt tulajdonosának, aztán most a más tulajdonosa van. Lényeg a lényegben, hogy úgy gondoltuk, hogy arra a területre, amely a fürdő területe is nincs elkerítve, ez magyarul a zöldséges, ugye úgy híresült el, igen. A volt bizományi és a zöldséges között területen elfér parkó, úgyhogy igen. Lehet építeni akár 50 parkót is. Nyugodtan. És akkor ott lesz a lehetősége, úgyhogy meg is írtam ezt a levelet, és nagyon tetszik, hogy egy cég ilyen pozitív módon a dolgokhoz, holott ugye volt előtt van parkó, de neki az OTÉK szerint nem az én hülyeségem, meg nem a városrendem szerint, OTÉK szerint kell neki építeni. És egy hívás érkezik közben, haló, szép estét kívánok. Nem sokára készen lesz, hál' Istennek ez a új Patika. Jó estét kívánok, Pics József vagy. Parancsoljon. Csókolom, Katika, mondjad, mérnök asszony. Hát, nagyon jó szívvel hallgattam a nosztalgiázásot, polgármester úr. Melyikről? Nagyon szeretek itt élni. Imádok. Nagyon szeretem a változásokat, a jó ütemű változásokat, és bizony sokat profitálunk mi szarvasiak a sok jó beruházásból. Vízi színház, Servinus teátrum, a közterek, de azért megmételjezik dolgok az életünk. Az mindig előfordul. És nem szeretnék ünneprontó lenni, de a hulladékszállítással van némi kis gondom. Mondd, kérlek. Október 25-én október 25, 3 héttel ezelőtt elszállították a zöld hulladékot, és hát nagyon üdvözítő volt, mert egy kis cédula volt a pukán, hogy november 1-e helyett másodikán fogják elvinni a következő hulladékot. Olyan figyelmes cégnek tartottam ezt, nagyon jó volt. Igen ám, de azóta se szállították el a zöld hulladékot, és én pénteken elmentem az ügyfélszolgálatra, és hát egyrésztről elég siralmas ez az ügyfélszolgálati rendszer, ott ugye kínálunk a télben, majd később meg a esőben, mert hogy egy kis talpalatnyi helyen van az ügyfélszolgálat, és igen sokan várakoztunk ott. No, nem is ez a lényeg, hanem a kis hölgy nagyon meghallgatott az én panaszomról, és azt mondta, hogy hagyjam még kinn a pukát, ez pénteken volt, hagyjam még kinn, bár csütörtökön kellett volna szállítani a hulladékot. Igen, emlékszem rá. Hagyjam még kinn a kukát, mert lehet, hogy majd holnap elviszik, de felírja a telefonszámomat, és majd a szállítás vezetővel miután egyeztetett visszahív. No, nem hívott vissza mind a mai napig. És azóta sem vitték el a zöld hulladékot. Hát benne bűzösödik a kukában ez a zöld, amit feltakarítottam. Most megint kihúztam, mert holnap lenne esedékes, nem tudom, hogy elviszik-e.
Jót ötletet. Szerintem szerkesztő úr is tudja, mert ő is ezen a részben van. Ehhez akkor most csodálattal vagy döbbenettel hallgattam ezt, mert az egyik kedves szomszédom elkapta a Kukás brigádot, és kiderült, hogy ezek új fiúk, szegények, nem volt a jegyzékükbe a mi oldalunk sem. Viszont aztán tőlünk a Bajcsinak a tó és az állomás közötti szakaszán elvitték, mert megígérték és elvitték. Még Katéktól nem. De onnan nem vitték az állomás térre. Jó, maradjunk annyi, hogy mi itt most semmit nem tudunk ebbe az ügybe tenni. Kérek, tedd ki, reméljük elviszik, ha nem, akkor mindenkitől úgy volt telefonni. Hogy viszem meg, már lassan kint tartom a kukát, hogy hát ha egyszer egyet gondolnak. De nagyon sok ügy van, én figyelem az utcákat, nézem. Nem azért, hogy szekáljam őket, de lássam, hogy van-e rend vagy sem. Úgyhogy köszönöm, hogy szóltál. Hát ebben nekem az a furcsa, hogyha valaki pályázik egy szolgáltatás elvégzésére, akkor, ha nem rendelkezik a feltételekkel, hogy ő nyeri meg a pályázatot. Na, ez csak zárójeles. Ez nem tudjuk mondani, igazad van. Nem magyarázod azt, hogy nem kapott listát róla. Miért nem adtak jó listát a melósnak? Hát nem a melósai más. Egyszerűen nem szerepel a jegyzékükben. Aha. Az a baj. Érdekes, hogy a számlavezetőnél meg szerepelek a jegyzékben. Igen. Bekasszírozzák. No. Katikám. Köszönöm. Türelemmel. A másik, amiben szeretném majd... Jön még ide, hogy azt mondtad, akkor szóvá tenni, bocsáss meg, Kati. Igen. 21-én jön egy beszélgetés. Hát megmondjuk, hogy ne ígérgessenek össze-vissza. Jó, olyan segítesz. Figyelemmel kísérem az ilyen jellegű híradásokat, a helyi dolgokat. Még egy volt meglepő, hogy az ügyfélszolgálaton azt mondta a hölgy, hogy igazán nekik a zöld hulladékot csak havonta egyszer kell elvinni. Hát nem így van. Igen, nekem is ezt próbálta bizonygatni, mert én is jártam benne nála. Egy egész Móri Zsigmondi életmű volt már az asztalán, annyi a panasz, meg a jegyzék, de nagyon kedvesen fölírta, és hát ezt... Azért mondtam, hogy mikor itt Gajdas Attila azt mondta, hogy győztünk, meg harcoltunk, szóval nem harcolni kell, szolgáltatni kell. Persze, én se győzni akarok, hanem... Nem, hanem egyszerűen szolgálnak ki minket, mert kifizetjük az árát, ennyi. De ez az én fülemet is megütötte, hogy ugyanezt állította a kis sölgy, hogy nekik a zöld hulladékot csak havonta egyszer, hát mondtam, hogy ez nem... Jó, ez is téma lesz, úgyhogy majd akkor... És még egyet hozzátett, hogy igazán ők csak a kommunális szemétszállításért számolnak fel díjat, sem a zöld hulladékért, sem a szelektív hulladékért. No, ez is egy ostoba hölgy akkor, már bocsánat, hogy így kimondtam, amit gondoltam, de ugye nekünk nem kommunális hulladék, hanem van hulladékunk. Pontosan. Ez van szelektívben, van vegyesben, meg van zöldben, bióban. Aztán tök mindegy, hogy tőlünk hogy kérje a szolgáltató, van hozzá edényünk, akkor vigyék úgy el, vagy vigyék, rakják össze nekünk, tök mindegy, de vigyék el. Szóval ezek szövegek, ez ostoba érv, ilyet nem mondhatnak, mert el kell vinniük. Az a dolog, ezt vettük ki. Jogkövető állampolgár létemre, én igyekeztem betartani eddig is a szabályokat, hogy tároljam. Elmentem a kukákért, örömmel vettem, hogy rendben mennek a dolgok, hát most azért ez felborult. Hát be kell valami, őszintén beleköptek itt a levesbe. Politikát is csináltak itt helyben, igazából nem sikerült, mert fölösleges volt, mert úgy gondolom, hogy lehet, hogy volt néha a feszültség a vegyes mennyiségével, de elvitték mindig a mi kollégáink, azok mindig elvitték a valaki nilonzsákba, és ingyen vitték, kirakta valaki a kuka mellé. Semmi gondom nem volt eddig. Semmi. Tehát ez egy műbalhé volt, amit itt csinált egy politikai párt, és ment. Nem örülök neki, hogy elvették tőlünk, már csak azért sem, mert itt nekünk ez 10 ember munkája. Szóval... És lehetett olyat hallani a híradásokból, hogy a fővárosban ott a főpolgármester úr lép abban, hogy a főkefet csinálja ezután is, hogy van erre lehetőség, hogy helyileg megoldani a szemétszállítást? Ugye Budapest olyan nagyváros, amiért ő fele. Mi meg jó város vagyunk. Szóval nem lehet, hogy úgy nézzen ki, mint Róma, meg mit tudom, Vienna, hogy fölveti a szemét, mert ott a maffia kezében van. Mi szóval... meg szép, meg jó város vagyunk. Így van, mi sem szeretnénk itt szemétdombokat össze-vissza, viszont nagyon sokáig kimaradnak a kukák, láttam, múlt héten kikészítették és nem vitték el több helyütt. Tehát itt járat kimaradás volt, aminél megint egy pici nyugalmat vagy megértést kérek, mert tényleg új emberek vannak, nem értik, hogy miért vállalták úgy, hogy nem értenek hozzá, vagy nem adnak megfelelő tájékoztatást, ez kérdés.
Mi ebben vesztesek voltunk olybá, hogy mi ebben föl is készültünk a kiszolgálásra, és nekünk korrekt saját emberünk voltak, és valami baj volt, akkor ment a telefon, és fél perc alatt intézkedtek. Itt még akkor is hisztisztek néha Mangolban, Malom utcán, amikor nem kellett volna, mert hogy nem vitték el azonnal, hát nem fért rá a kocsira, annyi szemetet hordtak rá az üdülők például. Sajnos ott lakók ránk mutogattak, hogy vigyük el. Hát most elvittük, mert nálunk nem lehet szemét, nem is volt, ezt a város sose vetette fel a szemét. Vaskor Misi óta, úgyhogy ő kezdte el. Emlékezzünk rá, hogy micsodával, megint nosztalgiázom, de traktoron volt Rács, és úgy vitték a szemetet. Aztán Csicsei Jancsi követte, ezt mind együtt csináltuk. Hosszú éveken keresztül. Valóban, zöggenőmentesen ment eddig, úgyhogy... Igen, 40 nem éven volt. Keresztül, aztán szereztünk munkáskocsit. Egy másik dolgot még, ha szabadna munkát, felvettem. Mondd kérlek. Hogy tavaly a állomás téren a lomtakarítás elmaradt egész télen. Hát bizony én karácsony előtt is a tölgyfa meg a platánfa leveleket takarítottam. Parkoknál, ugye? Az a mi dolgunk szerintem. Igen. Ott egy telefon a koméposoknak, ha nem járok arra, jó? Tedd meg, te is. Jó. 312-933. Én az udvaromat rendbe teszem, de áttört kerítésem van, és adja a jó Isten, hogy ilyenkor mindig délre fordul a szél, de és fújjon. A térről az összes levelet bekavarja. És szép nagy tölgyfák vannak, úgyhogy az is kulatos. Isteniek. Áldom őket egész nyáron, csak tavaly télen nagyon sok szomorúságot okozott, és most se látok mozgolódást, hogy ez ügyben tevékenykednének. Igen, én sem vagyok teljesen megelégedve, mert ott gerebéznek, ahol föl lehetne szivatni, vannak lombszívók, aztán csiket szednek, amit szintén föl lehetne szivatni, szóval vannak, bent voltam az igazgató, és megint mondta meg, hogy te, nem erre megy a világ. Az élő munka nagyon drága is, az sikkesen és gyorsan kell dolgozni. A csik összeszedés csak kezdve a lombig, mert ugye a lomb az potyog kb. 2 hónapig, és az emberek nehezen viselik, hogyha sok van. Elmondom, hogy... Szétnéztem Pesten most, hogy voltam 2 kötelezettség miatt is, és iszonyúan néz ki ott, ahol fás a Budapest, mert ott se takarították. Nyáron nagyon jól néz ki, de hát ilyenkor igen. Jó, Kati, te is tedd meg, én is fogok szólni, 312-933. 312-933. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok. Szép estét kívánok. Azt mondja, kibeszéltük tehát akkor a Ciprust, kibeszéltük a Pabot, és azt, hogy fog a Orosnak hívják, azt hiszem, vagy Pingvin Oros ZRT. Igen. Nagyon korrektek, úgyhogy arra kértem őket, hogy ne váltsák meg a parkolót, mert úgyis meg kell építeni nekünk, úgyhogy ott építsék a üzleti hasznukat is, erősíti az ilyen saját parkoljuk. Idézőjelben közpark és közterületen lévő az nem sajátjuk, de legyen a közelükben, ami őket is kiszolgálja. Igen. Az ő vendégeiket is. Nézzük meg, mit csináltak az útkezelők, Liszt Ferenc utca igen, csatorna, mederburkolás, ott a temető környékén tudják, hogy ne legyen olyan biztosan az elfolyás. Buszmegálló takarítása, fai takarítás, ott is volt az ikupi. Kátyúzás, meleg aszfalt, a Csicsejpályát, Damjancs utca, hajrá Medved Zoli, még sok kátyúzás van hátra, meg kiöntés, úgyhogy nagyon elmaradtatok. Kerszett fagajalás városszerte, karácsonyi díszvilágítás, lengyelpalota, meg nem tudom, hol dolgoznak, írja nekem Parcán Balázs, de azért kérem, hogy szedjék össze a lombot is a városban. Itt a belvárosban látom, rend van, de azért vannak parkok, ahol még nem fordultak meg. Lakásügyekben, pedig Vágod utcában festenek meg, Állomás utca egy fűtés. Elnőzés folyik, Fábri írja. A bűzügyről. Na, akkor bűzügy. De befejezzük a hulladékügyet. Szóval a hulladékban lesznek még apró surrodások és gondok. Egyébként itt ugye győzelmi lobogót lengettek, meg kiért hozzá, meg kinek kell visszaadni a diplomát, mindenféle szavak elhangzottak. Tényleg úgy van, mi azt néztük, mi az önök érdeke, nem a szabályra. Lehet, hogy egy kicsit túl kalibrálták a szakemberek a vegyesnek a csökkentését, ugye az volt havonta is inkább a zöldet, meg a műanyagot szállítottuk el sűrűben. Hát itt meglátjuk, hogy mi lesz a változás, mert ténylegesen az lesz, amit mond a hölgy, hogy kevesebbszer viszik el a lombot, pedig hasonló módon. De ebben a városban, amitán földszintes város vagyunk, és nem egy Budapest, és nem egy Békés Csaba, nálunk nagyon fontos a bioelszállítása. Pontosan. Ugyanis nem nagyon komposztálunk, sokan kivitték a komposztálót, de nem lehet mindent lekomposztálni, és nálunk több a bio, azaz a zöld hulladék szállítási igény.
jön az igazgató, azt és ha tudunk, akkor majd megegyezünk vele, mert konfrontálni szabad, de azért, hogy megegyezünk a végén. Úgyhogy intézni fogjuk. Egy biztos, hogy december 1-től változik a rendszer. Igen. Változik, és arra áll, ami az országos minimum szolgáltatás. Igen, igen. Ezért nem örülök én annak, hogy fölkészültük rá, tudtuk csinálni, saját emberünk voltak, hallgattak ránk, rendet tudtunk tartani, és ez most egy kicsit nem úgy működik. Hát a centralizáció nem mindig tökéletes. Van dolgok, amiben nem láttam városi érdeksérelmét, például a Klebensbergbe oktatásnál. Szóval a főtéri iskolát sikerült többit kimenteni, van pénzük, többet is kapnak, mint egy államintézmény, és a főtéri maradt csak, mert ő nagyon későn adta be a derekát, akkor már nem kellett, nem volt senkinek, de nem kellett. És működik a rendszer így, és a művészetiskola nem volt átadható, azt sem kérték mások. És akkor így a kettő maradt végtér és állami iskola, de nincs gondunk. Szóval mi üzemeltetjük azért, hogy oda legyen figyelve mindenre, és kisvetik a számláinkat. És sok mindenben konszenzusra. Nagyon bízom benne, hogy nem mi dirigáljuk a hulladékügyet, de konszenzus lesz ebben a dolgokban. Egyébként fönntartok majd egy olyan dolgot, ami nem sok pénzbe fog kerülni, hogy továbbra is befogadjuk a rendkívüli lomtanításnak a szemetét, de pénzért, mert ugye ezt nekünk el kell helyezni majd a lerakónál, átkerülni Gyumendről, de van járművünk, van tömörítőnk, minden csoda, és a hétvégén a üdülőkből meg innen-onnan kiszállított hulladékot is átveszik a kollégák továbbra is. Tehát nem szüntetjük meg a 40 éves gyakorlatunkat, amit itt csináltunk, mert azért azzal, hogy a lakossági szemétszállítás megvan oldva be a városban, még több helyütt termelődik szemét, közterületeken, parkokban, meg sok egyéb más, meg vannak ilyen anomáliák, és van, aki azt mondja, hogy nem várja ki a szemétszállítást, fizet érte, de el akarja rakni a konvikját. El fogjuk rendezni a dolgát. Úgyhogy kérem mindenkinek a türelmét, de nincs minden rendjén, be kell látni. És nem jártunk jól ebbe a dologba, mi nem szeretnénk visszafejlődni, épp ezért nem tudunk valamit elintézni ezzel a Darek nevű hulladékos céggel, akkor a városnak van egy olyan elképzelése, személy szerint nekem is, hogy akkor azokat az anomáliákat mi kiküszöböljük a saját tevékenységünkkel. Valami úton módon. Tehát valamit kitalálunk rá, és fizetni fogjuk, mert azt nem engedhetjük meg, hogy itt szeméttel maradjon valaki, hogyha nem raktak ki a kukát, vagy több volt, azt nem tehetjük meg, és nem lehet egy rendezvény se hulladékszállítás nélkül. És akkor beszélek a bűzügyről, mert ugye azt kezdtem. Akkor bűz. A hulladéknál még annyi, hogy abban nem szeretnék partner lenni, és abban ne legyen senki se itt partner. Ez nem politikai ügy, ez várospolitikai ügy. Ez a mi ügyünk, önöké meg a miénk, a vezetőké. Ezt nekünk kell megoldani, és ha valahogy nem sikerül, akkor találunk rá megoldást. Én minden javaslatot szívesen fogadok, és még a költségvetésünk, meg a város kasszája sem olyan, hogy egy ilyen közérdeket ne tudjon kielégíteni, úgyhogy ezzel fogunk munkálkodni. Mi nem látom tisztán a problémák körvonalát, most, hogy nem viszik egy alkalommal valahonnan, ez neki fontos. De ez nem akkora gond, amiben be kell avatkozni. Nem, de hát számom, csak abban lehet bizony, beletanulnak a helyismeretbe. Igen, tehát ezekben kell tényleg emberi türelem, melós ember, nem adták ki neki, nincs a listáján, ő nem ment arra, különben se ismeri a várost. Majd ezt meg kell ismerni. Elmondjuk az igazgatóasszonynak, és mi szeretnénk többszöri biohulladék elszállítási igényt, mert azért megszoktuk, hogy most a maradék is oda megy bele az ételből, és van sok nyesedékünk, és utcatakarításunk, meg kertakarításunk, a szíveskedjenek elvinni. Ha nem megy majd, akkor valamit kitalálunk együtt, hogy hogyan oldjuk meg, akár a saját cégünk, volt cég, vagy mostani cégünkkel, és van még átrakunk, van még lerakunk, és van szállítójárműnk, hogy meg tudjuk oldani. Megfelelően kukáskocsival visszük el, mert most azt pillanat bérbe adtuk. Igen. Bűzügyben. Múltkor nem voltam eléggé határozottnak tűnő. Odáig elmentünk dr. Meris János szintetes főjegyzővel, hogy mi mindent pontosan tudunk a bűzügyről. Tavasz óta. Ezt vizsgálták itt szakértők, meg minden csoda, kommandó, nem tudtak 5-6-ra. És mondtuk, hogy mi nem is akarjuk tovább tanulni ezt a kérdést. Akinek dolga oldja meg. Aki a szennyezőanyagot kibocsátja, a termelő, gondoskodja róla, benne van az árba. Kettő, akinek ezzel feladata van az engedély kapcsán, azt pedig teljesítse. És felejtsenek el minket ebből, és ne bosszantsák az életünket. Nos, írtam már végtel is dr. Meris János úrra, a kormány megbízott úrnak, ő a legfontosabb közlekedési vezető. Nekem ebben csak jelzés lehetőség van, úgyhogy ők mondták, hogy nem volt bizonyítható, amikor önök panaszkodtak, és én továbbítottam, aztán voltam, na azt nem mondom el. És
nem tudtak úgy intézkedni, mondom, emberek, hát vegyék már észre, itt generális probléma van. Ide hoznak hulla trutyit ahhoz, hogy működjön a biogázüzem, mert olyan híg a sertéstrágya, és a sertéstrágyát kell fél évig vagy évig tárolják, mert egész évben csak gyűjtik, aztán majd össze tudják éhezni, mert a biogázüzembe egy köpcentit nem tudnak vele használni, olyan híg. Szóval ezeket kell megoldaniuk, és akkor működni fog a rendszer. Nézzék, volt már ilyen harc, amikor megdöglött a szennyvíztelep, ledöglött, emlékszik, rohadt volt, és nem bontott. Évekbe tellett, de ma ezt sem fogom hagyni, úgyhogy semmi gond. Mondja mindenki, aki tárzót adott bér, vagy semmi köze hozzá. Nem a francot kap érte 3,5 milliárd azért, hogy odaadta a Tócsát is, a kravajárás bebüdösíti a várost. Hát csak az ő telkén van, úgyhogy van felelőssége. Úgyhogy nem eszelje ki magát senki. Összehívtuk, a kormány megbízott ura, összehívtuk ezt a megbeszélést, nem én, hanem ők. És én magam is ott voltam, én a jegyzőkönyvet is megkaptam belőle. Semmit nem intéztem még el. Mindenki mondta, hogy ő neki semmi köze hozzá szinte. Mindenki a gázüzemre mutogatott, az a cég pedig hát rossz szerződést kötött. De ebből ki kellett szer lépni, mert hogy nem jó. Ő kért egy új tározót, amit mondtam, mi meg nem engedünk, mert szóval hagyd ne adjuk a nevünket egy bűztermelő tározóhoz, ahol rohad a nem tudom milyen trágya, és nincs megoldva a szaktanítása. Ezt Európában meg tudják oldani. Nagyanyám annak idején a budit is vagy mészszel, vagy gipszel. Az egész utcán ezt csinálta. Szaktanította. Klórmész is volt. Egy zacskót vettünk, 1 forint 20 fillér volt azt hiszem egy zacskóval. Vagy még annyi sem. Tudták az öregeink is. Most nem igaz, hogy nem tudják, hogy kell szaktanítani. Most már van mészhidrát is, ahol beszórjuk, és akkor nincs semmi gond. Aztán lehet tisztítóba rakni, biológiai tisztításba. Bacit beletesszük, aztán a levegőt adnak, és akkor elbontja, és nem ez büdös. És nem kell rohadni, úgyhogy nem, ez mese. Szóval a lényeg az, hogy nem értem bűzügyben semmit sem, most már mindenki tárgyalt mindenkivel, oda hívták még a katasztrófa védéktől, akik ugye a kéményseprők, hogy miközük a bűzhöz, nem tudom, hát az is fönn van, mint a bűz. Ők is ott voltak, mindenki mondta magáit, a vízügyesek, mindenki mondta, de semmire se hallottunk. Úgyhogy ez ma a megoldás, de nem hagyjuk. Tudnék, jön tavasz, a tavaszra meg nyár, és nem szeretnék bűzbe élni. Úgyhogy rajta vagyunk, de higgyék meg, az ember ilyenkor csak azt tudja, hogy csúszkál, mint disznó a jégen, és akkor próbálkozik az érdeküket érvényesíteni. Nehéz ezt alkalmasint, de nem szoktunk belefáradni. Amíg el nem tészünk, addig rajta leszünk, hogy számítsanak rá az ottani bűztermelők, meg a trágyalevesek, meg mindenki, hogy addig szekáljuk őket, meg nem oldjuk. Úgyhogy sikerült a zsírügyet is megoldani, szép, gyönyörű tisztítótelep van, aztán jött a következő hetsz, a cigányér, aztán jött a következő a sertésígtrágya, a malomzugi csatornában holtág minősége, meg sok egyéb, más azt is elrendeztük, úgyhogy a józanész győzött, nem én, tévedésnesség, nekem csak sikerült elérnem, hogy mindenki a józanész szerint cselekedjék, és ahol be kell fektetnie, vegye ki kevesebbet, az rakja bele a cégbe, és hagyja ott, hogy ezeket a feltételeket teljesítsék. Talán sok pénzt szednek ki belőle, úgyhogy kevesebbet kéne, vagy mit tudom én, de az ő dolgok, belső ügyük. Szóval úgy győztünk, hogy józanész győzött, és megoldások keletkeztek. Én nagyon büszke vagyok rá, sikerült elérni. Tudni, ezt általában mindig háborúskodásra szokták csinálni, van más városban is, hogy bűztermelnek. Egy nagyon fontos kérdést szeretnék most elővenni, a megérdi szeres úr, mennyi időnk van? Nyugodtan, van időnk. Még van időnk, akkor kezdem azzal, hogy pénzügyek. És az imént szó volt a kukás kocsikról is, a Komi Pársgazdálkodási Kft-nek 2005. január 31-től a hulladék átrakót átadtuk üzemeltetésre, és bérleti díjat fizette. Elmondom mennyit? 381 000 forintot havonta. Ugyanis mi ruháztuk be, mi az áfát visszaigényeltük, az 27%, viszont ennek azóta felt, hogy bérbe adjuk. Na most ugye a hulladék szállításnál mi, vagy a városi köztársaságot, mint tevékenységet támogatjuk. Nyilván. Tehát tök mindegy, mibe kerül, mert ugye ezt az áfa miatt, ami 27% volt, és az nem kevés pénz, hogy vissza tudjuk igényelni, ahhoz azt kell találnunk, hogy bérbe adjuk, ahol majd ezt szépen visszaadjuk a magyar államnak. Igen. A számlák kapcsán, de az jó pár éve keresztül fog telni, és nem egyszer veszik ki a zsebünkből a pénzt. Na szóval, havonta 380 000 forintot fizet a Komi Pársgazdálkodási Kft., miután mi ruháztuk be a hulladék átrakót és technológiáját. Aztán adtunk nekik a szemétszállító konténert, konténerszállítót és pótkocsit, ezt 17. október 2-án kötöttük a szerződést, havonta 101 600 forintot fizet meg. Igen. Ótemplomi Szeretett Szolgálat, Kossuth utca 2, Kossuth utca 2, jó mondom, persze, hogy itt nem meglepődtem, garázst bérel,
és ezért fizet 42.916 forintot havonta. Elmondom, hogy kik fizetnek a városnak különböző vagyontárgyai hasznosításait. A Galikóp részvénytársaság egy darab reklám táblának az elhelyezésére, ott azokon a vásárolt portákon is házaknál, ott havonta 12.700 forintot fizet egy darab reklám tábláért. Aztán van Lapker, aki a Szabadság utca 25-27 alatt van, nem működik a Lapker, annak a terület használatáért fizet 6.223 forintot havonta. Most nem működik, de remélem fizetik. Most úgy, árulják. Most árulják. Lehet, hogy lesz vállalkozó, aki megveszi. Az is fog fizetni. Aztán van a Hungaro plakát, a megvásárolt vasútnál lévő háznál. Emlékeznek rá, 2 darab reklám tábla, hogy ipart szeretnénk fejleszteni, inkubátorházat is később, a Sorompó mögött. Ott 2 reklámtábla van elhelyezve, a havi bérleti díja 38.100 forint. Aztán az Aranykor Nyugdíjas Egyesület, hogy ilyen szféráról is beszéljek, ő havonta 12.700 forintot fizet, ez nagyon jutányos és méltányos. Ugye is megvettük a Megyévülnek a volt irodaházat. Emlékeznek rá a Kostras utcán, és most megkapták az aranykorosok. Nagyon szeretik, imádják, úgyhogy én megörülök neki. Igen. És a város képviselőtestülete is, úgyhogy de azért fizetnek érte 12.700 forintot. Akkor Jelenker, őket azért emelem ki, mert ők van egy bolt, amit bérelnek, ez rendszerváltáskor megörököltünk, ez a város tulajdon lett. Havonta 420.836 forintot vett a Jelenker. Nagy boltér, egy hatalmas bolt. Még volt olyan tervem egyszer titokban, hogy ott költözhetjük a könyvtárat, úgyhogy kibővítjük a Szabadság utcára, beszéltünk róla. Egy ilyen üvegolvasóval, mert akkora hatalmas az épület, és benn van a város közepén, és csak könyvtár lett volna. De belátom, hogy azért azt az a Jelenker, az fontos a város életében, vagy egy vállalkozás. Úgyhogy keresjük a könyvtárhelyet. És akkor Alföld vízért, itt ugye megvettük a Kossuth tér 2-t, és miután még nem helyezkedtek el, havonta 182.470 forintot fizetnek érte, azért, hogy bérlik. Idővel megoldják, kimennek az Orosházi útra, de ahhoz építeniük kell, most még nem állnak úgy, hogy építsenek, ezért bérlik. Egyébként a tervünk pedig az, hogy védőnői szolgált gyerekorvos is, a maradt helyek, amik fogorvosok is ott kerülnek elhelyezésre. Úgyhogy ez még pénzt kell szereznünk, mert az benn van a város közepén, vele szemben lesz a családsegítő központ, védőnő, gyerekorvos, fogorvos, úgyhogy gondoskodni szeretnék róla, mert nem jó, hogy emeltem van az orvosi rendelő, és nem sikerült megoldani másként. Eléggé furcsán csinálták 90-t követően azt a beruházást a Vas utcán, hogy a szociális ilyen intézmény van ott fönt. Hogy ja, az ápolási központ, igen, nem teszem be a természetechnikus. Az ápolási központhoz van lift, de ugyanakkor a fogorvosokhoz nincsen. Épp egyszer akartam vágatni az ajtót, de kiderült, ott van a röntgennek a alumolomozatos fal szigetelése, és nem lehet megoldani. Na szóval a vízmű az 182.000 forintot fizet havonta. Aztán van a Szarvasi Stirik Kft., ő pedig a Kossuth 2-t bérli, ez a granárium. Ugye ő a vendéglátója a granáriumnak, havonta 76.195 forintot fizet. Aztán van a Turisztikai Egyesület, ők pedig a Szabadság 32-ben az Árpád után. Igen. A Kis Árpádon bérelnek egy helyiséget 32.642 forintért. Aztán van a Békés-megyei főügyészség, tudják, a irodaházért kaptunk 2 ingatlant, a volt rendőrségből a földhivatal és a volt munkahelyi központ helyét. Ők ezt bérlik tőlünk vasút 40, 43.500, nem vettük az ingatlant, hanem megváltásként kaptuk az irodaházért. 63.500 forint a havi bérleti díja. A Szvitevszki Magyarország bérelt tőlünk egy területet, 2 helyzőszám, nem több helyzőszám, és nem tudom pontosan négyzetméterét. Egy biztos, hogy 18 év, június másodikán kötöttük, mert hosszú távon van munkájuk itt, és kellnék a terület építenek tárolására. És ezért szükséges, azon túl, hogy megvettek, még mellette bérelnek ezt 190.500 forint havonta. És akkor van a Tappe, ő pedig a hulladék szállító járműveket bérli, mégpedig 2-t havonta 304.000 forintért. Tehát a mi gépeinket bérlik. Polgárszokat. Ezek voltak a pénzek. Nem mindent hoztam ide, mert ugye a fontosabbakat néhány, meg úgy lehet, hogy minden területről elmondjam önöknek, hogy vannak itt stratégiai vételek, amit a testület megvásárolt. Ezeket is hasznosítjuk addig, ameddig nem tudjuk a tervünket megvalósítani.
De ezek stratégiai, tehát a hosszú távú ezek a város terveihez tartoznak, és az jó, hogyha a városnak vannak ilyen ingatlanai, meg ezt hasonló, és ami pedig van, és nem használsz meg, bérbe adja. Valaki nem azt a szóba, hogy a Budai Ajándékcsomagot nem vesszük meg. És emlékeznek rá, hogy ezt megelőzően úgy 8 évvel hatalmas, nem több, jó pár évvel ezelőtt hatalmas rendőrtött a közmunka. Mi évente 300 millió forint hoztunk el munkabérben a munkanélkülieknek, hogy adtunk munkát neki. Ez rengeteget jelentett a város működtetésében. Tehát kevesebbet kellett adnunk a könyvnek a város működtetésére, mert a város működtetését közmunkával tudtuk megoldani sok területen. Ez viszont szűkült már, mert a munkahelyi piacon más változások. Most képzünk is közmunkásokat, meg tanítunk, meg sok egyéb más szakmát is tanultak. Így magasabb bérrel tudnak elhelyezkedni, akarnak dolgozni, akkor biztos is. Most is van művelési házban tartunk képzés számukra, 18 főnek, ha jól emlékszem. És itt akartam ebből kihozni? Azt akartam kihozni, hogy több mint 300 millió jövedelmet hoztunk kívülről, a belügyminisztériumból, és tudtunk biztosítani munkát a munkanélkülieknek. Szóval ezt átélni, hogy ilyen magas volt a munkanélküliség a városban. Egyébként a mi járásunkban, a mi városunk volt a legkevesebb mindig. Szent András, Kondros és Szarvas. Csaba Csüli, itt nem nagyon volt munkanélküli, magas 10%-on fölötti száma. 90 követően igen, sokan földön futó hát alatt. Akkor nagyon messze. Akkor nagyon sokan, de ezt azonnal igyekszünk. Sokan szittak érte, az én és anyámat is, de az igazság, hogy nagyon becsületes dolog az, ha valaki segítséget kap a közösségtől, már pedig akik dolgoznak ma, azok fizetik meg szolidaritási pénzként a munkanélküliek jövedelmét. Hatalmas a befizetés, ezt azt adja vissza a kormány nagyon helyesen, a belügyminiszter úr, és nekünk voltak éveink, mikor 300 millió felületi összeget sikerült szerezni jövedelembe, munkabérben, kívülről. És nem segélybe kellett adni itt belül, házon belül, hanem dolgoztak érte. És rengeteg eszközt tudtunk vásárolni. Tudják, mint a múltkor voltak elnőzni a eszközbeszerzéseinket, hát a komi fejlesztését, eszközre látottságát 80-90%-ban ebből a keretből tudtuk biztosítani. Igen, és akkor lejárt közben a műsoridőnk, polgármester úr, köszönjük. És a múltkor elfelejtettem a nevét el sem elmondani, kötöttünk egy szerzést, azt hagyd mondjam, mert nagyon boldog vagyok, dr. Patai Krisztina, gyermekorvos. Gratulálok. Szerzést kötöttünk. Krisztina, nagyon várunk is, hogy kész van, nagyon mindenbe igyekszünk segíteni és támogatni. Igen. Hogy legyen biztonságban. Kedves rendőr, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Polgármester úr, még egyszer köszönjük a tájékoztatást, köszönjük a telefonhívásokat. Aludjanak jól, álmodjanak szépeket, holnap jövünk a szokott időben, és a karácsonyi hadománygyűjtésről beszélgetünk, majd holnapi vendégeinkkel. És tervénkül szerepel Szenes úrra, meg majd gondolom az informatikával is, hogy külön csatornán menjen ez a műsor az ismétlésekkel, és külön erre majd kitérünk. Erre majd kitérünk, csak megbeszéltük ezt, és tárgyalni fogunk róla. Minden jót a holnapi viszontlátásra!